Csókokat nyomott rám, király, hogy hiszem esékben még néhány királylány, hogy megtöri csókja a boszorkányát kát, aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király hibán mégsem változott pillanatok alatt, hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő, király. Király! 16, több valamint három, s amidőn az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn vitéz mátyás király urunk, mennybe szállas érette dapke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs, most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várát azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa,
hősök a moziba. Halljunk szót! Nagy Dalidó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A néged nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha ne kombiné, kombiné, ha több víz kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Hadd aj a híd alatt a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Tá bizony a tablettásportól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegény. Raboldatta Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Néged üt már loptam, de még nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló. Halihó, a helyzet még mindig változatlan, rohadt melegen van. Remélem, hogy bejön nektek a kép, mármint hogy a játék képe, mert nálam most fekete. Elvileg jó. Üdvözlök mindenkit, Fanni, Almási, Tiborné, Szoboszlai, Lilla, a Hakucsák, Margilara, Anna Mária, Gulyás, SSO, Csenge, Johanna, SSO, Jászmin, SSO, Dóra, Pusztai. Csak nálunk szakad az eső és villámlik? Itt az volt kb. Egy órája a Rayman Live előtt, aztán most meg süt a nap és füllet meleg van. Milyen live lesz? Nézzétek mindig a képet, az index képet, a néha a leírás is segít, meg hát eleve a cím, gyerekek, így van, de írta is Tarike, hogy a cím. Szia Tarike, Zsolt, Elek, Jászmin, Horváth, Almát eszek, Gergely, Ambrus, Luan eszeszó, kit nem olvastam még, hogy itt van. Ja, nézd nyugodtan, igazából arról szól, hogy van egy csajszi, akinek különleges képessége van, vissza tud utazni a múltba, át tudja alakítani a múltat, és most pont átalakítottuk a múltat, ott hagytuk abba. Senki ne spoilerezzen semmit, ezt mindig kértem, mert annak végleges ban jár sajnos, mert nem akarjuk elrontani a játék élményét. Botos Liana, üdvözöllek! Mufi is itt van velünk, köszönjük szépen! Dóra Pusztai! Amúgy majd kipróbáljátok az Identity V-t. Leprintscreenezem, és majd utána járok. Egy esélyt megér. Sose tudni. Black Wolf Channel, Beatrice és Tinken, üdvözöllek titeket. Remélem senkit nem hagytam ki, igyekeztem mindenkit beolvasni. Én is nagyon megszerettem a játékot. Enikő Vitéz, szia! Nálunk nem sokára jégvihar lesz, vigyázzatok magatokra! És akkor nálunk már esett is! Mai nap folyamán ős Mongufta Ági megcsapatta a tagságot, köszönjük szépen, ha szeretnétek ti is, bármikor lehettek tagok, de annyiba jobb, hogyha live-on belül vagytok, és nem csak úgy random, mert ilyenkor be is tudom mondani, és látjuk is, és örülünk együtt. Alternatív tengerpart című rész fog következni, és megkérlek titeket, hogy tegyétek ki Insta Story-ba, hogy megy a live, ezzel is tudtok segíteni, hogy minél több emberhez eljussunk, köszönöm szépen. És akkor mindenkinek jó szórakozást kívánok, remélem, hogy a zene hangereje az aránylag jó lesz hozzám képest. Nálunk már esett, itt is esett. Te voltál az első, bizony. Na jó, hallotok rendesen meg a játékot is? Mert most nem tudtam csekkolni, tehát hogy a játék zenéje is hallható, meg minden. Így van, akkor jó streamelni, ha jól esik. Én is így vagyok vele, most jól esik. Jaj, Zsolt, leesett. Hú, de hülye vagyok. Istenem, köszönöm, Zsolt, ez fájt.
Rendben, nyugodtan. Az is lehet, hogy csak nézitek, rajzoltok közben, eztek, isztok, esetleg eszeszóztok közben és hallgatjátok, az is teljesen jó. Én hallom, jó, alternatív tengerpart. Ott hagytuk abba, aki esetleg nem volt, hogy visszapörgettük. Miért ott szól? Várjál! Valami nem jó. Kint hallom a beállítást. Moment! Technikai moment! Valami kaka van a palacsintában, nem jó. Valami nem jó, gyerekek. Nem a fülesemen szól. Mi történt? Oh my god. Nézzük csak meg. Pedig át van állítva a Superluxra. Ez is be van állítva a Superluxra. Hát nem vágom. Miért kint szól? Mindjárt rájövünk. Pedig itt is erre van állítva, srácok. Én vagyok nagyon halk. Szerintem nem vagyok nagyon halk, srácok. Ezt mindjárt indítjuk. Kint hallatszik a játék, akkor díszből van a füles rajtam. Nem értem, hogy miért hallatszik kint. Most már meg kéne néznem, hogy hallatszok-e a játék mellett. Elvileg hallatszik, de valami gubanc van. Dehogy vagyok halk, gyerekek? Én szerintem nem vagyok halk. Én hallottam magam. Nálad van a készülékeddel baj, Tiborné. A játékot is, már az viszont nem tudom miért kint szól, amikor be van dugva a füles. Jó, rendben. Tehát itt látjátok az előzményt, ezt most nem olvastam fel, de nagyjából látjátok, hogy mik történtek. De amúgy nagyjából annyi volt, hogy ugye visszautaztunk, és hogy neki milyen jó gyerekkora volt, és hogy megakadályozta, hogy meghaljon az apukája, de ezzel átírta az egész jövőt. Megpróbálom akkor a játékot feljebb nyomni. Mert az a baj, a játékot kin halljuk, én se értem, hogy mi a szarér. Jó, én feljebb vettem a játékot. De nem tudom, Mufi, hát szerinted nem venném le? Akkor meg nem szól semmi a fülesemen. Be van állítva az izéhez, hogy a fülesen kéne szóljon. Hát már nem először live-olok Life is Strange-et, és egyszer nem indította így el. De majd meglátjuk, hogy hogy lesz ez élvezhető. Nem tudom kiúzni a hangszórót, Zsolt, mert olyan része van, egyrészt nem érek oda, másrészt akkor meg... ha nem szól ezen, akkor tök mindegy, mert nem hallom. Most meg jó? Most meg itt szól! Tessék! Tessék! Megjavult! Most jó! Ott nem szól! Tessék! Megjavult! Kezdésre megjavult! Az előzetes nem volt jó. Én se értem, lényeg az, hogy most jó. Na, sirályok! Biciklik! Rendben. Van egy hangulata.
Nyugodt kis tengerpart, ránk is fér ez konkrétan az előző Rayman Live után. A nyugalom és békesség. Szia, Baby Yoda! Csillezünk! Csillelünk! Ki használja úgy, hogy csillezünk? Futurkék kitette, hogy megy a live, köszönjük szépen! Sötét szoba! Majd átnevezem a live-ot, mert ezek szerint a Sötét Szoba a fő cím, és csak az alternatív címe a másik. Mert mi csillelünköt használunk, de hallottam már csillezünk neki. Szia Bogi! Boginak ma volt vizsgája, és gratulálunk hozzá, küldjünk egy szívecskét neki. Olyan fura megint veled lógni. Tudom, örülök, hogy itt vagyunk együtt. Ó, tényleg szegény kerekesszékbe került. Jó, hogy küldtél nekem leveleket, ez már több, mint a többi barátom tett értem. Ó, most elmegyünk ilyen nagyon tepibe. Te meg mindig arra a király pergamenpapírra írtál, tipikus Max. Eléggé nagyképű, de szeretek úgy írni, mint egy angol költő. Mint Shakespeare. Te pedig a legjobb írószert érdemled. Biztos könnyebb írni, mint meglátogatni nem rossz indulatságból. Szeretted volna ezt a kínos beszélgetést elkerülni? Hát igen. Eléggé. Én is ezt mondom, ő is ezt mondja. Nézd, a legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha úgy bánsz velem, ezt nem tudom, még mindig csak röhögni akarok és szarságokról beszélni. Megállhatunk? Komolyan ilyenkor csodálatos naplemente, hogy is hívják ezt a fotósok? Az aranyóra. Látod, ha nem lettél, fogalmam se lett volna. Fogadjunk, tudnál csinálni pár gyönyörű képet. Olyan szomorúak azok a partra vetett bálnák, valahogy tudom, hogyan érzik magukat. Hát rendesen megsajnálom szegényt. És mit csesztük el ezt, hogy visszajöttünk ide a múltba? Igazi túlélő vagy, Chloe, tudom, hogy sok mindent fel kellett adnod. Nem akarom, hogy akárki is sajnáljon, arra ott vagyok én és a szüleim. Apunak még mindig bűntudata van, amiért megvette nekem ezt a kocsit. Üdvözlök közben mindenkit, beszéljünk a balesetről. Biztos, hogy akarsz beszélni a balesetedről? Mert még soha nem beszéltünk róla, mi? Nem nagy történet. Kíváncsi vagyok, mi történt vele. Emlékszel mindenre? Mindent lelassult körülöttem, úgy éreztem, a hátam ketté törik, és az volt az utolsó dolog, amit a testemben éreztem. Szegény! Mikor felkeltem a kórházban, szó szerint egy izmom se tudott mozogni. Én nem tudok mit mondani. Tarika, nézd vissza az előző live-ot, az arról szólt. Nem mondj semmit, boldog vagyok, hogy újra látlak. Visszaforgattuk amúgy az időt nagyjából, és azért lett ez. Elmosod, mert hogy megmentettük az apját, viszont ugye, hogyha átírod a múltat, akkor az átírja a jelent. Ennyit tudok csak hozzáfűzni. Mármint Rachel? Mikor beszéltél vele utoljára? Soha, csak a hírekben olvastam róla, nem is tudtam előtte a nevét, te igen. Úristen, nem is ismeri azt a csajt! Ez egy másik világ, nem olyan, mint amikor gyerekek voltunk. Teljesen más lett az élete. A hó pedig napfogyatkozás után inkább, oké. Ne mondd ezt. Ne próbáld kimagyarázni magad, csak úgy tűnik, hogy Arcadia Bay az összeomlás szélén áll. Tudom, úgy tűnik, a dolgok kicsúsztak az irányításunk alól, De ameddig együtt vagyunk, nem félek. Most próbálja magát is nyugtatni, de érzem, hogy azért feszült. Most újra találkoztunk. Ugye most jöttünk vissza a jövőből. Sajnálom, hogy nem töltöttem veled elég időt, hibáztam. Te vagy a legjobb barátom. Oh. Köszi, hogy kijöttél velem, te csodálatos vagy. A más írunk az elején, gyerekek. Szia, más palacsinta és mindenki. Az orrom kezd kihűlni, haza kéne mennünk. A retkes hideg van. A retkes! Utálom ezt a szót, már meg ne sértődj. Én se szeretem azt, hogy retkes. Nem fogok. Szegény! Hmm.
Akik látták az előző részeket, tudják, hogy milyen egy lázadó karakter, aki most kerekesszékbe ül, és azok láthatják, hogy mennyire átírták az egészet konkrétan. Hát, kíváncsi leszek, mi lesz itt. Mi lesz itt? És itt még ő nem is tudja akkor, hogy tudunk az időbe utazni. Vagy hogy meghajlítjuk az idő kontinuumot, meg a teret. Én jól vagyok, szia, üdvözlök mindenkit, Hali Dalma. Köszönöm szépen, hogy megosztátok a live-ot nyugodtan. Fúj a szél. Éjszaka van. Olyan, mint a high-tech búvóhely. Inkább high-tech cella. De szerencsém van, a szüleim belüket is kidolgozzák, hogy gondoskodni tudjanak rólam. Tudom, hogy nehéz nekik. Örülnének, hogy itt vagy velük. Főleg, mikor nem tudnak elmenni kettesbe sétálni. Hát igen, nyűgnek érzi magát a betegsége miatt. Szegény. You're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Én is tudok kiborulni, főleg amikor a nővérnek néznie kell, ahogy szarok, hogy utána kitörölhesse. Or when doctors flip me around like I was a science doll. Vagy még igen. But you're still amazing. Még mindig elképesztő vagy, gyerek. Most próbáljuk menteni a mentetőt, de ezt nagyon elcsesztük. Need to get my drink on. Hozzunk vizet. Mit vizet? Egy ilyen beteg barátomnak minimum kólát viszek, vagy pedig sírólevet. Ne köhögjél. A ventilátorra van szüksége, hogy levegőt vegyen. Chloe már nem olyan nehéz. Mikor Chloe kinéz a kertbe, vajon eszébe jut a gyerekkorunk, még a füvet sem érezni. Szegény. Most a lámpáról mit mondunk? Ja, hogy melegítő lámpa. Hello Chloe. She likes fluffy animals now. Szereti a plüssmedvét és a mustáros víslit. Hógömb. Na, hógömbök. Szarvas, mit sem változott volna. Ki szereti a hógömböket, vagy kinek van hógömbje? Nekem gyerekkoromban volt. I still can't believe még mindig nem hiszem el, hogy ebbe a székbe juttattam Chloe-t. Hát, szégyeljem is magam. Lebénítottam a legjobb barátomat. Hozzunk vizet. Man, Joyce and William built ja, a bathroom honnan a szarból fogok én They're hozni? So great. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Végre van chipszem egész live-ra, és nem eszi meg előlem senki. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Déva jelenlátó, ennyi. Ott a víz! Tessék! Drink up, buttercup. De jó. Nekem gyerekkoromban volt, azt hiszem, utoljára hógömböm. Oh, man. De csak így rázogattam, azt néztem. I wonder my throat is dry. Sok minden nem tudsz vele csinálni. Nem hiszem, hogy egyáltalán évben nem vagy te, vagy kicsit letörve manapság? Hát hogy ne lenne depresszió, szegény? Bárcsak lekeverhetnék egyet, le vagyok törve, ember inkább ketté vagyok törve. Annyira elvesztette az életkedvét, szerencsétlen. Szia Kitty és szia Angelika. Én csak segíteni szeretnél. Full depresszív rész lesz. Nem baj, ilyen is kell néha, mert a rossz napok nélkül nem értékelnénk a jót, ezt jegyezzük meg, bölcsesség Dévtől. Nekem meg instant tészta levesem van, teljesen jó. Húsvéti hógömböm is van. Olyanom nekem még sose volt. Nekem téli volt. Mire emlékszel? Milyen emléked vannak rólunk gyerekként? Mindenki máshogy emlékszik. Nem tudjuk, hogy mi történt, mert átírtuk ezt az egész szart. Én úgy emlékszem, igen, de magunk módján még mindig kalózok vagyunk. Karib-tenger, Chloe-ja. Ki szereti amúgy a Karib-tenger kalózait? Random kérdés. Oldom a feszültséget magamba. Mint látod, elég tudom távol tartani. Én itt vagyok. Itt vagyok! Nem hagylak el, Chloe. De kevés leszek neki. Nos, nem látogattál túl gyakran, úgy értem, örülök a képeslapnak. Ez az! Egy szar, egy köcsök szar barát voltam. Nem látogattam meg.
küldtem képeslapot, azt hittem ezzel jó, hogyha tudtok, akkor találkozzatok a barátaitokkal, írjatok rá, hívjátok fel telefonon, még az is jobb, mint hogyha csak izé írtok neki. De ha nincs más, az is jó, de ne hanyagoljátok el az igazi barátaitokat. Magányos vagy? Tudom, hogy hülye kérdés, de nem vagy magányos. Are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce hát én azt hittem, hogy csak megjavítjuk azt, hogy minden jó lesz, azt nem. Hát igen, az orvosi számlák azok valóban kibaszott magasak. Én nem káromkodok, ez benne volt a szövegbe. Tudják fizetni? Hát nincs pénz, itt sincs pénz. Nem engednek a számlák közelébe, de nekem nagy ész. Millió dollárba kerülök a szülemre. Csak tehernek érzi magát szegény lány. Ha ilyen szituációba kerültök, ne érezzétek tehernek magatokat, a szüleitek és a barátaitok, meg aki szeretnek titeket, azok akkor is szeretnek titeket, hogyha ha így megnyomorodtok sajnos. Nézd, én gyakorlatilag emberi szórakoztató rendszer vagyok. Még ha nehéz is. Watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner, már is hozok. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Ja, igen, meg kék haja volt. Oh, you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember Max. Emlékszem, Max. Esküszöm, nem alszom el. El fogsz aludni. Nincs energiát szegénynek. Olyan szomorú bakker. Nem hiszem el. A Rage Game után jöhetnek az érzelmek, szerintem ez egy jó sorrend. Ott kiment a düh, itt meg kimegy az egyéb. Na, szeretnék innen távozni, aztán az lesz. Vagy valamit még akartál? Mondtál még valamit? Nem. Nem figyeltem, mit mondott a végén. Ezt tényleg szed. Fiók. Ja, a DVD-t kerestük tényleg, hogy ne aludjon el. Már is berakom neked-e. DVD. Odas. Már is filmezünk. És nem aludt el. Dező szemed van. Mi annó animéket néztünk a haverjainkkal, meg South Parkot, mikor így beültünk filmezni. Jöhet a popcorn, bizony. Azt hittem már lesz valami történni, és hogy hirtelen rosszul lesz, hogy valami, de jó van, annyira nem morbid még a game. Na, magunkhoz térünk. Ketyeg az óra. Köszönjük szépen, Picsket. Elaludtunk. Ott alszunk. Hát csak mi alszunk sajnos. Mindjárt felriadunk. Sorry, mindenkitől csak nagyon meleg van. Azért izzadok. Oh my god, elaludtam. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after. Milyen fárasztó egy nap velem. Oh, Blade Runner elég elvont film egy esti mozizáshoz. Szerinted Deckard a replikáns? Sorry, I can see. Bocsi, látom, nem kell olyan könnyen, mint én. Nem, bocs, hogy így elaludtam, nem volt veled gáz. Were you okay? De mindig csak aggódik. Itt van anya és apa, nem alszol el rajtam. Az se jó, hogyha egy betegnek folyamatosan kérdezgeted, hogy mi van-e baja, vagy valami, mert az azt az érzetet keltett benne, hogy ő szar. Tehát igazából azért is rossz volt ez a példa, hogy megkérdezte, hogy volt-e veled valami baj. Nehéz dolgok ezek. Együtt futkároztak, hát már nem tudnak. Fuck.
Meg is fájdult a feje. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's annyira fáj neki, hogy morfiumot kell beadagolni. Hát akkor az nagyon erős fájdalom. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate. Ó, ne írjátok már ilyet a cseten. Nem ismertek engem igazán. Én amúgy egy rohadt érzelgős srác vagyok, csak live-okban nem. Vagy live-okban nem tudok úgy meghatódni, például amikor szülinapi ajándékot kaptam tőletek, vagy valami. Egyébként meg nézek egy filmet, és bömbölök, mint egy 5 éves, ami nem szégyen. Úgyhogy meglátjuk, én nem tudom. Majd eldől. Direkt nem játszok rá, az biztos. Tehát, hogy én vagy őszintén sírok, vagy nem jön ki őszintén a sírás. Viktóriát úgy itt SMS, tab, mondom, rossz gomb, megír rossz gomb, de nem, ez a tab, ja, ez SMS a végén van, Alisától jött, Halimax, kár, hogy ezekkel lóksz, azt hittem, te más vagy, Max, Alisa, láttam, hogy megpróbáltál WC papírral, nem rá céloztam, ne forduljon többet elő, oké, ez egy nagyon fontos üzenet volt. Viktória írt, csend, szóval ha beszélni akarsz, az ajtóm nyitva vár, Max dühös vagy, csak mondd el, oké? Max, jók vagyunk, csak úgy elviharoztál, néten aggódik, jó, rendben, itt is van egy. Csak uncsi, rohadt telefonom kezd lemerülni, rendben, ez lényegtelen SMS. Sötét szobában versenyre csinálok képeket, bla bla bla, csók, és anyukánk is írt. Szia kicsim, remélem nem felejted locsolni a növényt. Hát ez most pont nem, leszarom a növényt jelen állapotba. Emeletről kell lehozni a morfiumot, balegér gomba felmegyünk. Sírjunk együtt, majd meglátjuk. Direktbe nem fogok, ha szívből jön, szívből jön. Aztán majd meglátjuk. Az a baj, hogy nehéz is lesz külön választani, mert közben meg döglök a melegtől. Ez bizony... kopár és üres. Nem a mankó kell neki. Ó, de rossz volt, mikor Janának úgy volt, hogy mankót kell vennünk a lába miatt, de hála az égnek felgyógyult. Nem is tudom, meddig kellett használni a mankót, azt hiszem egy nagyon pici ideig csak. Most ilyen láv merevítőt, nem is mankót. Szia Bill, ne haragudj, hogy nem beszéltünk a baleset óta, felhalmozódott a munka, engem Salt Lake Citybe küldtek, hogy felügyeljek az új parkolót, ebben az időszak oda kell menni, munka van, bárcsak küldhetnék egy nagyobb összeget, de tudod mi a helyzet, a pénz senkinek se kedvenc témája, talán jövő tavasszal találkozhatunk, puszilom Chloe-t és Joyce, kitartás testvéred. Minek üljek le? Minek üljek le? I'm still overwhelmed by this new reality. Bűntudatom van, hogy Chloe-t és családját ebbe a helyzetbe. Lehet is! Lehet is! Hát csak nem mondja el neki, hogy most megölhetem apádat és te jobb helyzetbe kerülsz. Vagy ha igen, akkor nagyon durva lesz. Na hol lesz az a morfium? De hát ez nem is a fürdő, várjál, rossz helyen vagyok. Hát ott mindenki megijedt Janának a baleseténél. Ez se a fürdő. Oh, Max, it is so nice to have you around. Good morning, Max. Jó reggelt, Max, te és Chloe, sokkal csengesebbek vagytok, nem úgy, mint gyerekkorotokban. Emlékszek, jó újra a házadban ébredni. Ó, William és én nagyon örülünk, végre téged és Chloe-t együtt látunk ennyi év után. A baleset után. Bárcsak jobb barát lehettem volna, tudom, hogy Chloe-nak nincs látogatója. Ó, Max, oké, vannak olyanok, Chloe és te jó barátok vagytok. Nem vagyok itt, amikor szükség van rá, miért nincs olyan opció? Ki segít Chloe-nak, még ti dolgoztok? Az egész sors személyzet látja el minden nap. De Chloe még mindig gondot okoz, még akkor is, ha nem tud mozogni. Max, Chloe állapota nem javul, a légútjai nagyon gyengék, és ő érted, mit meg fog halni valószínűleg, azt magyarázza.
Do you know what I'm saying? Úgy sajnálom, hogy keresztül kell mennetek ezen az egészen. Jó vagy rossz magamhoz ölelni minden pillanatot a lányommal és a férjemmel. Ez azt jelenti, hogy család vagyunk, és mindig az is maradunk, nem számít, mi lesz. El kell, hogy mondjam, jó látni téged és Williamet újra együtt. William egy hős, aki átsegít minket ezeken. Chloe és én szerencsések vagyunk, hogy ő itt van nekünk. William még mindig ugyanolyan? Néha jó, néha nem, de többnyire inkább jól. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire szerethetek egy embert, nem tudom elképzelni az életemet nélküle. Hülyén hangzik. De ez megható, ez szép. A francban mások lennének a dolgok, csak úgy szeretem a gondolkodásmódodat, kölyök. És te mi jót csinálsz mostanában, Joyce? Megteszek minden tőlem terhetőt, Max, nem hazudok, nagyon nehéz. De senki nem mondta, hogy Arcadia Bay-ben könnyű az élet. Furcsa történések. Szóval mit gondolsz, mi folyik itt ezzel a klímaváltozás dologgal? Rendben van, Bogi. Leszarom, mi történik a házon kívül. Hát igen, annyi bajuk van. Plusz nektek is dolgoznatok kell. Billnek és nekem nincs időnk magunkra, és többet dolgozunk, mint élünk. Volt egy részmunkaidőben dolgoztam a Penny States-ben. Ismered a Prescott családot? Tudom, hogy Sean Prescott nem lesz boldog, még mindig az övé nem az Arcadia Bay-ben. Maradj távol a fiától, Nathan-től. Oké. Ismersz David Menzen nevű embert? Azt hiszem, Two Wells-be szokott járni. Somlói torta, megéhezek, Bogi, jó étvágyat előre is hozzá hétvégére. Szóval ez hirtelen jött, igen, ő buszvezető jött, néha aranyos, csendes, miért? Csak kíváncsi voltam. Ahogy mindig, jó látni, hogy semmi nem változott. Anya, ez tök normális volt a Joyce-nak amúgy. William keményen próbálkozik, ő a legjobb. Most nézd meg őket. Ötletük sincs, mi lesz velük a jövőbe. Nem turkálunk már szekrényébe, mehetünk a fürdőbe. Hello, Lauren! Jó szórakozást kívánok, és köszönöm, hogy itt vagy. Melyik lehet akkor a fürdőszoba? Megvan a... Hú, de sötét van. Villanyt kéne kapcsolni. Aha! Fiók. Itt nincs. Szekrény. Király Chloe is természetes gyógyszereket használ. Itt is van, sose gondoltam, hogy morfiumot szállítok majd a legjobb barátomnak. Hát azért nyissuk ki. Fürdő úgy néz ki eddig, mint eddig csak több a gyógyszer. Hello, Luca! Jó szórakozást, és köszönöm, hogy itt vagy. Na, menjünk le gyorsan. Már hozom is! Na, várjál, melyik szobában voltunk? Hey, William. Zavarlak? Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through this. Meg, igen, meg szeretem átnézni a számlákat. Hogy tudnál zavarni? Ezer éve nem láttalak. I know. Tudom, pont úgy nézel ki, ez annyira cool. It's so cool. Good. Jó, meg is ijednék, ha nem úgy néznék ki, mint én. Persze, te sokkal érettebbnek látszol. Szóval mi jár a fejedben? Ápolószoba. Lenyűgöző Chloe szobája, az a sok high-tech cucc. Érthetnéd, amiben mindez került, abból több házat is vehetnénk, biztosítás segít, de... Aha, itt az apuka is ki van már borúva.
Szegény. Nagyon az elején vagy még a játéknak, úgy értem mindjárt vége vagy. Hát ez még inkább ilyen közép eleje. De a többiek ezt jobban tudják. Ez a negyedik rész, ugye, és több van. Több epizód. Chloe? Nem tudom, hogy mondjam, de annyira sajnálom, ami Chloe-val történt. Nem, igen. Pár pillanat is elég megváltoztassa egy lány életét, de életben van. Mérgesen? Lenne oka, nincs mentségem. Csalódott volt, de tudja, hogy törődsz vele. Én tudom, milyen nehéz ez feldolgozni, nekünk is évekbe telt. William, csak szeretném, hogy tudd. Mindig itt leszek Chloe-nak, mindig. Choice? Újra itt lenni veled és Choice-el annyira nosztalgikus. Nagyon old school, ahogy mondani szokták. Azt hiszem, jót tett Chloe-nak, hogy látott. Joyce is örül, szóval nem csak rossz hírek vannak Arcadia Bay-ben, vagy nem? Ne beszélgessünk vele többet. Menjünk. Megnézzük Chloe-t, mert már szegénynek baja lesz. Lucakun, nézd meg az előző részt, igazából visszatekertük az időt, megmentettük az apját, aki már halott lenne, és így megváltoztattuk a jövőt. De még a többi majd kiderül. Meghoztam. Végre a kék tablettát ad ide. Bocsi, kíváncsi vagyok, de precíz, az nem. Csak menj oda és csatlakoztass, nagyon könnyű, fájdalommentes. Oké, de készülj fel, segítséget hív, ha elcseszem. Bízz bennem, fogok. Persze, fájdalom egyre rosszabb, de jó napot fogtál ki. Max, örülök, hogy együtt tudunk lógni. Nézd, kezdek érzelgős lenni, már be is álltam. Aranyos vagy, szeretnél még valamit? Állíts le, ha kezdek túl emós lenni. Ide hoznál onnan az egyik fényképalbumot? Hogy a viharban-e? Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Hószarvas. Itt a DVD volt. Várjál, hol az album? Ott van. Tessék. Oké, Chris. Is that okay? Jó így? Tökéletes. Oh my God. Istenem, nézd, milyen kicsik vagyunk, mint a játékok. Emlékszem arra a napra a világító toronynál. Apa nagyon dühös volt ránk, majdnem szobafogságot adott. És te kinevetted, apa engem küldött volna. Elküldött volna. Lapozzunk. Azt a szuper kép, nagyon kemények vagyunk a kalózruhákban. Kár, hogy a képeket nem látjuk teljesen. Neked meg van rá időd. Olyan palacsintát sütöttünk, szeretem ezt a képet. Nehéz elhinni, hogy csak 5 éve készült. 5 év telt el a baleset óta. Kép talán meg tudnám. Na ugye most már képeken keresztül is tudunk időutazni. Figyelj, Max, a légzőrendszerem összeomlik, és ez csak egyre rosszabb lesz.
I've heard the doctors talking about it. Hallottam, az orvosok erről beszélnek, mikor azt hitték, hogy az ki vagyok ütve, szóval csak hallgatom az elkerülhetetlent, míg a szüleim csak tovább szenvednek, ahogy én is. Nem szeretném, hogy ilyen vége legyen. Meg fog kérni, hogy üljen meg. Az, hogy újra veled lehettem, az nagyon különleges volt, úgy szerettem volna érezni magam, mint amikor gyerekként rohangáltunk Arcadia Bay-ben, és bármi lehetséges volt. És te ezt előhoztad ma, ezt a veled töltött időt szeretném utolsó emlékemnek. Bejön a tippem! Értem. Annyit kell tenned, hogy feltekered az alagoló 11-re. Aha. Gondoltam. Azt kéri, hogy öljük meg. Azt a kurva életbe. Már bocsánat. Alapvetően senkit nem szabad megölni. Ez egyértelmű, és benne van a 10 parancsolatban is, hogy ne ölj. Meg úgy egyébként is büntetik, nem ölünk. Másrészt nagyon rossz, hogy ő szenved, és például már hospice házban lenne a helye, akik még kisebbek. A hospice ház az egy olyan dolog, ahol a haldokló betegeket utolsó napjaikban még gyógyítgatják, de már külön vonul maga, stb. Nem tudom pontosan megfogalmazni, én csak tanultam, személyesen nem voltam ott, de amikor diakóniát tanultam, akkor volt gerontológia óránk, és tanultunk hasonlókat. Alapvetően a saját véleményemet nem annyira szeretném elmondani, mert én saját magammal kapcsolatban is úgy vagyok, hogyha nagyon szenvednék, lehet, hogy nem lenne jobb, hogy folyamatosan szenved a világ miattam, de attól független az öngyilkosságot, mint gondolatot én nagyon ellenzem, meg az egy embernek egy élete van, azt meg kell becsülni, és élni kell a tehetségünkkel, élni kell a lehetőségeinkkel, át kell érni a szerelmet, át kell érni a jó dolgokat, át kell érni a rossz dolgokat is, mert azok után tudunk összegezni, mielőtt meghalnánk, és nem megyek bele abba, hogy meghaljam. Én se ölöm meg. But I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and Will, I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. Nehéz, nem is akarom kívülhagyni a játékból magam. I can't kill you with nem öljük meg. Mármint, hogy én nem ölöm meg. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. Nehéz. Nagyon nehéz. Döntés. I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like Szia, senki lánya. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Már nem dönthetünk úgy egy ember életéről, mint bárhogy belőle, egy állat életéről, kisállat életéről dönthetsz úgy, hogy ha már úgyis meg fog halni, akkor elősegítheted az elaltatását, mert sokszor az segíthet neki, ha már az orvos megmondja, hogy úgyis mondjuk egy napja van hátra, azt az egy napot ne szenvedj át, de az embereknél ez teljesen más. Most előjött az is bennem, hogy szegény Mukinál is volt egy ilyen dilemmánk, aztán mire eldöntöttük volna, hogy most elaltassuk, vagy ne, addigra meghalt szegény, úgyhogy... Jó résszel kezdtünk el ma játszani, maradjunk annyiba. Fókuszáljunk arra a képre. AD, aztán bal, jó. Vagy folyamatosan kell nyomnom az összeset? Zoomolok, de rohadt homályos.
Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hát igen, visszatértünk, így viszont akkor az apja fog meghalni. Így is úgy is meghal valaki. Szia, Enci! Én is szeretem. És nagyon dilemmáztam. Próbáltam úgy, mint hogy a valóságban hogy döntenék, de nem tudnék a valóságban dönteni. Könnyebb így egy játékban, mint hogyha valós szeretetet kellene eldöntened, hogy meghal vagy nem. Nem dönthetsz. És itt már tudjuk, hogy ezzel mit érünk el. Az így is szar, úgy is szar. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends. Fejhallgatót vettek nekem. Viccelek csak, de az az, amit majd le kéne cserélni. Whatever happens. I want you to be strong. Annyira durva leszek, nem áll. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Ezt azoknak küldem, akiknek most eszébe jutott valaki, aki már nincs köztünk. Mármint a cseten a szíveket. Megint kint szól a játék. Mindegy. Most meg megint itt szól. Hülye gép. For the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Holly Nia. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Így van, Mufi. Nagyjából amúgy ki. Ja, mert rákérdezett, hogy megcsókolja-e viccből, aztán megcsókoltuk.
Valószínű nem, de leszarom, hogyha leveszi a bevételszerzés részt a Life is Strange-ről. Több videómnál leszartam egyébként már a bevételszerzés, mert a nézettség is számít, az, hogy itt vagytok velem, a tagság támogatás, a szupercsat, meg a szupermatrica lényegében egyfajta támogatási rendszer, és így már nem is annyira fontos most az, hogy copyrightos-e vagy nem. A YouTube meg nem tiltja le, csak a bevételt nem én kapom. Ennyi. Hanem az eredeti szerző, vagy pedig felezve. Úgyhogy ezen én már nem kattogok, hogyha most ezen múlik, akkor inkább legyen megható, meg ilyenek. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered? És köszönöm szépen, hogy itt vagytok most is velem. Nagyon sokat jelent amúgy. I'm so sorry. Annyira sajnálom. Ezért vagyunk mi egy jó közösség, srácok. Nem fel, hogy kétszer. Mármint nem azért, mert hogy szupercseteztek, meg szupermaticások, meg tagok vagytok, hanem azért, hogy a 24 órás alatt is, most is, meg hogy mindig számíthatunk egymásra. Én is meghallgatlak titeket, ti is engem. És ez többet jelent mindennél, amúgy. Elvégre azért is akarok nagy videós lenni. Hogy a mongufftákkal bebizonyítsam, hogy a videózás nem csak a jutalomról, a szponzorációkról, a hatalomról, és arról szól, hogy minél több százezer feliratkozód legyen, hanem arról, hogy van egy közösség, akivel számíthatok egymásra, és közösség találkozón is ismered őket, és nem csak egy nevet látsz, akiről az annyit gondolsz, egy 32. néző, hanem hogy tudod azt, hogy ő XY, és hogy mi az, amit tudsz róla. Ez fontosabb, és azért is lőttem be, hogy haladjunk szépen, meg lesz az 5000, megint ünneplünk, mert az ünneplésekkel ünnepelünk magunkat. Ennyi. Na de nem érzelgősködök tovább most már. Olyan közel, közben olyan messze. Három fő dolgunk van. Én se tudom, mi a három. Megfejteni Frank naplóját, kettő, megtalálni Nathan telefonját, és rájönni, hogy mit csinált Kate-tel és Rachel-lel, Vortex Lube-os bulikon, és megnézni, hogy milyen kattant szarokat rejteget üzenetében. Három. Csesztetni azt, igen, jó. Nagyjából megvagyunk. Szia, Zorka. Rendben, örülök, hogy itt vagytok. Itt is dörgött, meg villámlott amúgy. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. You should get busy in the garage to see what. Na go a garázsba. Hali Dori és hello David, mindenkit üdvözlök. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh please. I can't abuse this level of my rewind. Itt is dög meleg van. Pedig nyitva van az ablak. Na menjünk ki a garázsba. Yep. Locked from the other side. Hé, barátod Chloe, írt, nem tudok semmit, dühösnek hangzott. Chloe rád írt, nekem nem volt meg a száma, de legalább mindig áll a mozi délután, kivéve Chloe-val akarsz lógni, vagy mehetek még. Nyomorék is elég nekem, mennem kell, később beszélünk, jó? Hello! Na. Hol a garázs? Hát nem itt. Koros ajtó. 5 órája vagyok csak Magyarországon, mint egy hetet görbe voltam. Ja, értem, örülök, hogyha jól telt a nyaralásod. Így van, tudjuk. Úgy néz ki, David befejezte az autójavítást, talán vannak új nyomok.
promise I'll help Miss Grant next legközelebb segítek, ha lesz legközelebb. If there is one. David really did protect Chloe. Megvédte Chloe-t, örülök, hogy kiálltam érte. Hey, Max. Surveillance cameras at Pan Estates? Hoppá. David must be working for the Prescotts too. Mi a fenét tett David Nathan-nel, és mit tett az apja? Köszönöm, hogy segítettél Nathan-nek, nagyra értékelem legjobbakat. Hoppá. Sorry, but this is my official man case. Denevér barlangom, szóval. Segíthetek, Max? Én csak Chloe-ra várok, hogy végezzen a mosdóban, és mehessünk. Jövök neked egyel, úgyhogy úgy teszek, mint amit mondtál, igaz lenne, kis hölgy. Elnézést, maradjunk a Miss Caulfield-nál. Igen, uram, te és Chloe, vigyázzatok, hová léptek. Igen, augusztus 15-én lesz a Margit szigeten a Mongúftatali. I can't tell you everything that's going on at Blackwell, and you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. Like the fact that mi you might be working for Sean Prescott-nak dolgozhatsz. Ki mondta ezt, Nathan Prescott? Nathan Prescott. Aki szardarab örülhet, hogy nem függesztették fel. I don't think luck had nem hiszem, hogy köze volt hozzá szerencsének, fel is függesztették volna. Te meg kirúgattál, szóval kvittek vagyunk majdnem. Almost. Szóval elmondod, hogy miért hiszed azt, hogy Sean Prescott-nak dolgozom? El. Láttam a dokumentumban, amikben áll a felkérték, hogy szerelj fel kamerákat. Tényleg jól nyomozó vagy, de nem felvettek, adtam becslést Sean Prescott-nak. Aha! Sajátos okok miatt. Mindegy, szerintem egyértelmű, mindannyiunknak nehéz hete volt. Főleg szegény Marsnak. Én próbáltam segíteni Kéten. Többet segítettél neki, mint bárki, Max, én pedig nem. Plusz nyitva hagytam a rohadt tetőnek az ajtaját, tudtam, hogy Kate kétségbe lesz esve. Előbb jutottál a tetőre, mint én vagy bárki. Tudtam, én is Kate reménytelen volt, és Mr. Ugye ő halt meg az elején a döntéseink miatt, a pasi egy... Elitista seg, most, hogy nem dolgozom, ott mondhatom a hátam mögött. Mindjárt nézem a csetet, srácok, csak... Sztoriban. Ő nem ilyen. Jefferson követelező lehet, de én is nagy hatással volt a fényképészetemre. Pont ezt mondom, elitista. Hát Blackwell tele van művész lelkekkel, szóval lehet, hogy nem a legjobb hely neked. Családom van itt, Max. Én úgy hiszem, Blackwell a legjobb hely számomra, mivel csak én tudom, mi történik itt igazán. Ezért dolgozom a Blackwell új megfigyelő tervezetén, hogy megvédjem a jövőbeli diákokat. Hogy ne úgy végezzék, mint Rachel Amber vagy Kate Marsh. Habár te vagy olyan, mint élő megfigyelő rendszer. Értékelem, hogy kiálltál, értem, de keménynek kell lennem, és tudatnom kell veled, Chloe-val, hogy maradjatok ki ebből. Kezdenek csúnyára fordulni a dolgok. Chloe és én meg tudjuk védeni magunkat. Most, ha megbocsátasz, Max, vissza kell térnem a kamerához, látod, én is művész vagyok. És akkor most gondolom, vissza kell mennünk Chloe-hoz. Give up William, but defend David. Elengedem William, de megvédem Davidet. Megutálna Chloe, ha rájönne? Na várjatok, nézzünk egy kis csetet. Én idén sajnos biztos, hogy nem bírok menni a találkozóra, mert ugye beteg vagyok, jobbulást kívánunk, és semmi baj, lesz jövőre is találkozó. Egész emeletet üvegháznak csinálok meg. Zsolt, nekem is jó, bármi, én is fogok vinni. Hát így van, én is viszek. Mi történt? Valamelyik boltban árulnak, mondd és viszek, bár Jana megöl, hogy egészségtelen. Nem, egészségtelent lehet még. Mondtam, hogy utána fogyózunk. Én is viszek chipset szerintem. Sajnos én nem tudok, meg sütünk sütit. Nem tudok jönni a Mongúftatalira előző napon, a szélnapon. Előre is Isten éltessen, és ne légy szomorú emiatt. Csinálok kávét, mert mindjárt bealszok. Rendben van, Bogi, én még nem alszok. Mármint, hogy live-ban vagyok, nyilván nem alszok. Nyugodtan csinálj kávét. Hanyadika van? 3 vagy 4? 4, már 4-e van, oh my god. 4-e van. Oksa, akkor majd veszek pár dolgot, aztán mindenki talál. Én is úgy viszek. Legtöbben amúgy úgy szoktak hozni a Mongúft a találkozóra, hogy...
Nem távozhatok, ameddig nem kutattam át David garázsát. Tehát legtöbben úgy voltak az eddigi találkozók, hogy mindenki hozott mondjuk egy csomó mindent. Csomót értsétek úgy, mondjuk, hogy 4-5-6 cucc, mindegy, hogy mi. És bedobtuk közösbe, és mindenki vett mindenből, amit szeret. Figyelj, Lilla, nem is az kell, hogy elengedjen. Például Mutko is rengeteg szülő is jött, meg most is számítunk szülőkre. Max, tényleg értékelem, hogy kiálltál, értem. Úgyhogy igazából itt nem is azt mondjuk, hogy egyedül gyertek, hanem az se baj, ha a szülők. Mutko is az volt, a szülők jóval távolabb leültek egy padra, beszélgettek. És tök kultúráltan kezelték a dolgokat. De ha most nem engedel, megpróbálod máskor. Lesz még lehetőség. Ma van anyukám születésnapja, szombaton lesz buli. Isten éltesse anyukádat, üzenem neki, Ági. Mi a szar a kód? For once I don't have time to search for the code. I need to find a key. Tippelek. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a key. Oh, look at the kék szajkó tojások, de cuki. I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me, just one picture, please. Fotózzuk le. Fotózz le. Another photo from my Arcadia. Igen, a Margit szigeten. Hát figyelj, volt, aki az ország széléről jött tavaly, meg volt, aki a Balatontól, de kinek hogy engedi, ez tényleg azon múlik. Mi örülünk neki, hogyha minél többen eljutok, aztán lesz még úgyis máskor is lehetőség. Jó napot, Larissa, szia! Nem tudom, hogy most vajon jó-e így, vagy kell még valami kulcs. Azt mondta, kell a kulcs. Hát itt szokott lenni kulcs. The most expensive restaurant in town. Ott volt egy kulcs. Tavy knows how to get on Joyce's good side. Na most súghattok, srácok! Most súghattok! Hol a kulcs? Mert szerintem én vak vagyok. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see. Nekem jól, köszönöm. I wish Chloe could too. De csak ennyit, hogy hol a kulcs, semmi többet. Feszítővas kell, jó? Akkor nem is kulcs kell. Máshol már kellett amúgy feszítővas egyszer. De nem is látok feszítővasat. Szia, Alex! Úgyhogy nem tudom egyelőre, hogy honnan kéne vinni. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Hát akkor valahogy rájövünk, ha nem tudja senki. Vissza tudtuk kapcsolni a wifi, de nem tudom, meddig lesz. Rendben van, örülünk, hogy itt vagy. De akkor meg valamit itt kéne találnunk. Sorry, but this is my... Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Come on, Max. Find a way to get David out of his cave. Hey, Missy, you do... Excuse me, Max. Valahogy ki kell kergetnem. Max, come on, Max. Find a way... Ah, the keys to the kingdom.
Or at least David's locker. Nem, ott vannak a kulcsok, de hogy csalom ki? Hey Max, I do appreciate you standing up for me. Nem tudom, mivel tudnám kicsalni. Nincs itt sem mobil, semmi. Looks like they're back on the road to Paris. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Valaki tudja, hogy csaljam ki? Már most fingom nincs. Akkor mégse kell a kulcs. Köszi, Zsolt. Ez is egy gyorsított verzió. Én álmos vagyok, Bogi. Azt a térképek feljegyzések koordinálták 2-ről 4-ről. Hoppá. Köszönöm. De én nekem is itt a kávém amúgy, meg a vizem is. Hát az, majd meg döglök a melegtől. Na. Menjél már! Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Nem, végig akarom játszani, Muffy, ne viccelj. Most még korai az idő. A részt végig akarom játszani. David is like a one-man surveillance army. Let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is. Nézzük meg, mit rejteget Nathan a szobájában. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Hát a 3-1-ben az rajtam se sokat szokott. Majd mindjárt hozok még egy pohár vizet magamnak, csak nem akarok lemaradni semmiről, majd ha megállunk. Megint kis nyugalom van. Hey Max, hey, Max, hogy vagy? Oh, hello, Mr. Jefferson, jól vagyok. Itt a barátom, Chloe. Chloe. Miért nem járnak hozzád hasonlóak a Blackwell-be? Túl menő voltam az iskolához, hosszú történet van róla pár akta. El tudom képzelni. Max, biztos minden rendben? Furcsa itt lenni, hogy minden normális. Tudom, hülyén hangzik, de az élet megy tovább. Azt hiszem, túl sok mindennek kéne tovább mennie. Hívnak a Blackwell kötelességek. Hétköznapi ősök pályázat nyertesét partin, remélem ott leszel ma este. Bármennyire sajnálom, hogy nem neveztél, megértem az okát. Nem kényszeríthetsz egy művész, hogy alkosson. Totál losernek érzem magam, de nehéz volt a hétközben fókuszban maradni. Nem szó vicc. Büszke vagyok, hogy ennyire törődsz a bajba került barátokkal. És remélem egy időd van, saját utadat is kövesd. Csak szóld meg, hogy másokkal is megosztod a fotóját. Köszönöm, Mr. Jefferson, biztos. De amit most lefotóztunk, madarakat nem tudjuk odaadni. Jobban jár, ha legalább egyszer táncol velünk. Nem akarod, hogy az öreg hipster próbál lépést tartani a fiatalokkal. Még van egy kis önbecsülésem, még látjuk egymást. Hot for teacher. Rose! You're out of control. Not yet.
Just wait until the Rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Finom jeges kávé, na az milyen jó esne. Let's see if I can find out where Nathan is. Principal Wells was so loaded the other night here. Justin, it's been so long since I've seen you. Chloe fits in so easy with Justin. Way too much shit going on, man. I can tell that Justin is really into Chloe. Bele van zúgva Chloe-ba. Oh, great. Chloe stole money from the handicap access fund. We're going to hell. She was probably high. Yeah, she had the sick nugs. True that. Okay, I have to bounce. No need to go there now. I had to clear away another bag. Ja, a víz tényleg. Ki is ment a fejemből? Jövök mindjárt, hozom a vizem. Meg is jöttem. Carte d'or, az is finom. Hey Brooke, hogy vagy? Figyelembe véve kétel történtet, jobban lehetnék. Te jól vagy? Bálnák. Én gyenge agyam nem képes felfogni napfogyatkozás partra sodródott bálnákat. Remélem, tudós körnek van valami ötlete. Warren azért összehasonlítjuk a jegyzeteinket és felvetéseinket a hétvégén. Megkérdezett téged? Tudod, a tudós kockák összetartanak. Oké, rendben van. Őszintén egyikünk sem tudja megmagyarázni ezeket a jelenségeket. Elég ijesztő. Drón? Jobban érezném magam majd repülés után drónnal. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Tudja, hogy moziba megyünk. Really? I can't fly your drone because I'm going to see eight people. Rendben van. Vigyázz magadra, meg a telefonodra. Now, excuse me. My drone needs me. Na, még a Nathanről beszéljünk már. Akkor már arról nem beszélsz. Enjoy the big game, Zachary. Élvezd a nagy meccset, remélem nem ez lesz az utolsó, és még velük kell beszélnem, gondolom. Samuel misses his squirrel. How are you doing, Max? Hogy vagy, Max? Nehéz hét, tudom. It's been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. Igen, Samuel, jó, hogy... How are you? Hogy vagy? Sad and confused. Szomorú és zavarodott, mint mindenki Arcadia Bay-ben. Úgy tűnik, sok kérdésed van. You look like you have a lot of questions, too. Arcadia Bay. Még mindig millió kérdésem van arról, mi történik az Arcadia Bay-ben. Ezért mondta Mrs. Grant, hogy te vagy az egyik legjobb diákja az iskolában. Vortex Club? Inkább lennék a termében, mint a Vortex Clubban. Igen, lehetnél, Rachel általában látott rajtuk. Nem ő az egyetlen. Senkinek nem szabadna bedőlni Vortex Clubnak. Szállj ki most, Max. Még az idő a te oldaladon áll. Rachel? Azt hittem, Rachel Amber tud majd pár választ, ha megtaláljuk. Ha Rachel szeretné, hogy megtalálják, szerinted életben van? A szívünkben mindig is élni fog. Oly, de eltereli a témát! Az jó. Ma csak annyit mondtak, hogy maradj az utadon, és megtalálod, amit keresel. Rachel Amber is waiting too. Mindenkinek jó étvágyat.
napfogyatkozás. Grant kedvel, de nincs meg hozzá tudásom, hogy megmagyarázzam a napfogyatkozás. Mivel ezt én mondtam neki, tudomány nem ad mindenre magyarázatot. No offense to Miss Grant. Már ne haragudjon, de ez csak a kezdet. This is just the beginning. Minek a kezdete? Beginning of what? I don't. Nem hiszem, hogy bármi is véget ér, főleg az idő. Especially time. That's why I. Ha ezért érzem, hogy nagy közelik Arcadia B felé, és Max egyáltalán nem tetszik. I don't like it at all. Jön a világ vége. Emberek. More questions. Több kérdés, mint válasz. Samuel is always here. Mindig itt van és beszélgetni szeretnél. Nathan? Have you seen Nathan Prescottot? I try not to. Próbálom kerülni. Wow. Nem vagy olyan, mint Nathan. Miért? How come? Samuel likes everybody until they give him a reason not to. He did. Well, okay. Elég Blackwell-i titkot, talán tudnál nekem segíteni. Max, gondok vagyok, nem médium, csak figyelmeztetni tudlak, hogy légy óvatos. David? Do you ever talk with David Madsen? Not since he was suspended. Felfüggesztették, nem szeretnék beszélni vele, csak figyelni. That's how David operates. He sees things. Dolgokat lát, nem embereket, de azt hiszem lát téged, Max. I think he sees you, Max. Közben nézem, hogy jól beszélgettek, teljesen jó. Amúgy nekem a legdrágább kávé az ilyen, nem tudom, 1000 valamennyi volt, de 1007 körül, de nem volt olyan jó. Miért? Visszatérve. Because you both see with cameras. Mindkettő kameránát láttok. Azt hiszem, jobban látsz mindkettőknél. No, Max. Csak minden más szögből látok. A different angle. Két. Blackwell is so sad. Blackwell olyan szomorú és csendes, mióta Kate nincs már itt. Isn't here anymore. Yes. Az egész iskola teljesen más lett, te kinyúltál érte, amikor mindenki elfordult. Samuel, you're the eyes. Te vagy a Blackwell szeme, tudtad, hogy Kate-et zaklatták? Mindenki viccet csinál belőle, de Samuel figyelmeztette őket Kate-ről. Utálom a zaklatást, Max. Hiszek neked. Kate-nek pár segítőkéz lélekre lenne szüksége, mint barátaira, Max. Remélem, most megtalálja őket. Nagyon érdekel, hogy mi történik az állatokkal. Mondjuk ennyi kérdés után már pont nem érdekel, ne haragudj. Szegény teremtmények még csak választásuk. Bálnák? Hogy lehet megmagyarázni szegény partra vetett bálnákat? Hello, Amira! Jó szórakozás! Apám halász volt, és elvitt hallgatni a bálnák énekét, most csak sírnak. Ökokatasztrófa? Szerinted valami természeti... I think it's more than that. Valaki okozza ezeket? All this to happen. You think so, Samuel? You and Arcadia, téged és Arcadia Bay-t összeköt az idő. Ha legközelebb kérdésem lesz, hozzád megyek. So, next time I have a question, I'm coming to you. Halott madarak? What do you think about mit gondolsz a haldokló madarakról? Több tucattal temetett el Tobangató. Tobanga? Is that cool with the Chabanga? We'll find out if the megtudjuk, ha lelkük továbbá, nem tudjuk bizonyítani. We can prove it. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Mókusok. Oh, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. Elhiszem, hogy a csinál. If something happened to them, Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Ott egy mókuska. Mókuska, felmászott a fára, leesett, kitörött a lába, milyen vidám dal.
Who can I ask? Téged is megkérdezünk, Mr. Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. And I swear, it's not about that petition you didn't sign. Nem, nagyon, nem volt. Újabb események. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, ha tudnám, ma át is venném érte a Nobel-díjam. Nem tudtad megfejteni a napfogyatkozást, még kevésbé a havat és a pálnákat. Tudományon is túlmutató. Tudományon nincs túl semmi, csak tudásunkon. Ha Lisenki fia, talán sosem tudjuk miért, és jó szórakozás. Szemük előtt változik. Erről beszélgettünk, mielőtt ide jöttél. Our planet is changing, but it's not misting, it's erosion. Haldokló állatok. Úgy gondolja, hogy ezért haldokolnak az állatok? Nem beszélve szerintem Zsolt sokkal több lenne, hogyha mindenkivel beszélnék és mindent átnéznénk, meg el is olvasnánk. Tobanga. Meglepődték, Tobanga többet tudna bárkinél. Senki nem tudja, ki hozta Tobangát, de valószínűleg a halászok lopták. Értem, mit mondasz, sok energia van itt. Nathan? Nathan-t keresem, arra gondoltam, talán az óráján lehet. Meg vagyok lepve, Max, nem gondoltam, hogy barátok vagytok. Semmiképp. No way. Csak van pár kérdés, amit feltennék neki. Ask him a question. I saw him leaving. Láttam elmenni, idegesebb volt, mint általában. Meg ahogyha mondjuk, ahol dönthetsz, Zsolt, és újra játszanád másik válasza, akkor nagyon sok. De többet tudhatsz róla, mint én. Túl sok. Úgy tűnik, több is jár a fejedben, mint a kérdések. Talán Nathannek kérdezni nem legjobb ötlet, érted, Max? Ja, két. Nem hiszem, hogy megfigyelő rendszer segített volna két marson. Sajnálom, hogy ezen keresztül kellett menned. Két volt a legkedvesebb diák, akivel itt valaha találkoztam. Hogy lehetnek ilyen kegyetlenek egymással? Kell beszélned a pszichológussal? A Blackwell Akadémiának segítségre van szüksége, valami borzasztó dolog folyik itt. Ön is látja, igaz? Nem ezen a héten voltak Blackwell legrosszabb, de nekem még pár dolgozónak nem lesz nyugtunk, még minden diák biztonságban nem lesz. Két bedolgozhatok volt ez a parti alatt és zaklatták. Végül tetőn kötött ki. Ezt hogy állítaná meg? Kezdetnek vessenek véget a Vortex Clubnak, ennyi. Nem úgy értem, hogy oszlassák fel, de a partit elhalaszthatták volna. Elég ízléslen azután, ami kéttel történt. Prescotték? Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. Tagságnak megvannak az előnyei. Főleg, ha az apád Blackwell legfőbb szponzor. Ennek a kiváltságoságnak nincs itt helye. You're right. Igaza van, csak remélem, ez lesz az iskola, amiről álmodtam, mielőtt idejöttem. Értelek, Max, jó látni, és Varent és a diákjaim közül te vagy a legjobb formában. Túl fiatal vagy, ilyen cinikus legyen, de reményt adsz. Itt vagyok, Chloe. Coast is clear. Tiszta a terep. Menő lenne, ha mindketten itt tanulnánk. De Mr. Jefferson is csak a tied. Kap be, most lépjünk át, a Blackwell nincs a módba. Szia, csengettyű, eléggé, majd nézd vissza az elejét, hogyha lesz időt holnap akár. Olyan béna, hogy nincsenek koedukat, vagy itt szeretném Nathan Prescott következő szobában.
Vár, itt jelez, ha Nathan vagy valaki felbukkan. Nem hagylak hátra, Batmax. Most már csak meg kell találnom Nathan szobáját. Zack or Logan? Aha, ez nem az. Bro's got a bro. This can only be Nathan. Csak is ez lehet Nathan szobája, meg is van. Zárva. Ojjaj! Ilyet se csináljatok. Now I need to find Nathan's phone or Nathan telóját vagy valamit. Max, értékelem, hogy kiálltál Davidért, tudom, hogy Chloe-nak nem tetszett, de fel kell nőnie, de nem fog megtörténni, ha olyan illegális vasságokba keveredtek, mint tegnap Blackwell-ben. Tudom, mi történt, ne is próbálj magyarázkodni, reméltem, hogy te visszatérítel a helyes útra, de újra szarakszik. David segíteni akar, de nem engedi. Felnézhetne rád, kivéve ha mindketten rosszak akartok lenni. Sajnálom, Joyce, néha én is kerülök szar helyzetbe, próbálok jó példa lenni. Tudom, Max, mindig elfelejtem, hogy tinik vagytok. Azt hittem, Dragának tartott ezt a fotót, megint Prescottig irányítják. Nathan túlságosan rá van indulva a partira. Bad sign. Hé, gyönyörű, hagyd tudjam, mit viselsz a Vortexen ezen a héten, itt viselhetek valamit hasonlóan drágát. És menőt, mondtam apámnak, tartsa a disznókat távol a sulétól, így nyugodtan bulizhatunk para nélkül, nyomtathassuk a világszerte, világvége témát. Ez olyan, mintha valami szekta tag lenne tényleg. Na, én meg nem is tudtam, hogy be kellett törni, mert nem néztem, ugye? Nathan likes his tortured subjects. Nathan szereti a kínzott alanyait túlságosan is, morbid. Nathan két oltáráról vette le, de miért? Mi van ezzel a sráccal? Levette a keresztet, az azért morbid. Na, fényképek, vagy karcolás nyomok. Mik ezek a jelölések a földön? Let's find out what you're hiding. Nézzük, mit rejtegetsz. Oh yes, little phone. Ó, igen, kicsit eló, most már az enyém vagy. Now I have Nathan's phone. Most megvan Nathan telefonja, megmutatom, mielőtt Nathan visszatérne. Hol van Chloe? Damn, Max, you're finally back. Fenébe, Max, végre itt vagy, aggódtam, nos, mit találtál? So, what did you find? His room was szobájában üres és rémisztő volt. Creepy. Check this out. Ezt nézd. Boom, Nathan. Boom, Nathan, a golyóidnál fogtunk meg. És pont bemegy, beszarás. Mit csináltak a körletemben? Kíváncsi kis Ribi vagy, Max. Állj meg ott, Nathan. Max, I got this. Ó, bevéd minket. Opa! Boom a fejbe. You are so fucking dead. A kurva anyád, nehogy lelőjél. Le akarta lőni. You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this motherfucker? Nem családbarát. Get up!
Who's the bitch now? Chloe! Damn, Warren went full alpha on Nathan. And it was good. But scary. Shit, man. Damn, that was intense. Warren, try now, no Muffy. Thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. I don't know. Majd a tetet amúgy vissza fogom live után másnap olvasni, srácok, csak most ezt nagyon muszáj olvasnom. De látom nagyjából, miről beszélgettek. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. De azért még hát, ha összejön. Igen, ez nekem is fájt. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. Nem akartam magam összeveretni, azért nem álltam bele. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a tényleg nagyon leverte Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Most menjünk Randira Frankhez. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Na, még oda is elmegyünk. Én mindig úgy gondoltam, hogy Nathan és a körülmények áldozata. Igen, ez még kiderülhet majd, hogy mi lesz. Nekem is az jön le, hogy lehet, hogy a hatalmi szálak mozgatják őt eddig, az eddigiekből, amiket láttam. Csak itt féltem, hogyha beleugrok, akkor esetleg megsebez minket, vagy a srácot lelövi. Istenem, rémes így látni szegény bálnákat. És ezért kell amúgy védeni a környezetet, mert tényleg a környezetvédelem nagyon fontos. És keveset beszélünk róla, és kevesen hívják fel a figyelmet róla. Vagy rá, hogy mennyire fontos ez. Kitartáson, akinek nagyon villámlik. Hát csak elhozta a fegyvert. Soha nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőlünk, a felnövünk. I'm looking forward to várom a napját portlandi autós kirándulásunknak. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money. Adod a Franknek a pénzét, és utána elkérhetjük tőle a kódot, ennyi. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Van egy olyan érzésem, hogy Chloe lelövi, de ne írjatok semmit. Amúgy igen, jogos a kérdés, Zsolt. Na jó, húzzunk oda. Halló, meghoztuk a tudod. Frank doesn't need tinted windows. Nincs szükséges sötétítőre. Ó, a kutya! Can't see inside. Nem látok be a nagy retektől. Nem kopog? Ja. Oh, look. Azt a nézd, a varázstesók. Egyedül kellett volna jönnöd. Ő a partnerem. Ja, vagy inkább a testőröd, térjünk a tárgyra, hol van a pénzem. Odaadjuk. Jó kislányok leszünk. Add oda a pénzt. Ó, köszönöm, ez nem volt olyan nehéz, ugyebár ezután ne bizniszeljünk, légy szíves.
Ha most megbocsátotok. Frank? Frank, kérdeznénk tőled pár dolgot gyorsan. You have some serious lady balls. No. Melyiket énekeltem előbb, nem tudom már. Jesus, okay. Beírod? But I'm not getting you high. Frank, we're not here Frank, to high. Nem beelnéltünk. No, nem, nem úgy like nézek ki, nem. Chloe, not szóval like mit akartok, Chloe. Hardy fiúk? So what do you Hardy boys want? Just the names. Csak pár ügyfeled nevét kérnénk. Right. Is that all? Csak ennyi? Hát miért nem ezt mondtad? Miért ne? Ja, tényleg, te nem érted, már megtetted. Segíts különben. Segíts rejtünk, vagy... Most meg fenyegetsz, kislány. Nem én. Istenem, utálok titeket, Blackwell-i szarokat, mindent ingyen akartok. Ingyen akarunk! Nem kaptok tőlem semmit, én dolgozok megélhetésemért. Igen, Frank, a Blackwell-i szarok nélkül nem lenne semmilyen munkád. Ember, drug dealer vagy. Jó, jó, mindkettőtök, te fáj a fejem, nem baj. Frank, nem harcolni jöttünk, ez nagyobb nálunk. Te békével, miután tegnap becéloztál egy kibaszott fegyverrel, megúsztad a ravaszt? Nem voltak benne töltények. Biztonságban voltál, kemény fiú. Valami baj van veled, kislány. Azért húztad meg a ravaszt, hogy megmutasd, mennyire biztonságban vagyok? Én csak nem tudtam, mit csinálok. Ember, szállj le róla, engem védett, késed van, Isten tudja még mit. Tényleg félsz Max-től? Nem félek senkitől, csak az atyától, a ti kis picsák, azt hiszitek. Igen, igen, lakókocsi, rendben, rendben. Mi is szurkolunk, Mufi. Sose parancsolgass nekem. Oh! Lelőtte a kutyút. Meg szerintem nem csak a kutyút lőtte le. Hát megölte. Az igen. Gyilkosok lettünk. I just shot a man and his dog. Ez kemény. Na erre én nem vártam. Nem számoltam ilyenre. You saved my life, Chloe. Jó, önvédelem volt, de akkor se. Max? Frank is really dead. I know. Azt a rohadt életbe. We have to find that code. Fast. Before the cops come. That's it. Let's get out of here. Tűnjünk innen, én is azt mondom. Hát ezt már sajnálhatod, közben pedig Szabó Lara kitette, hogy megy a live. Köszönjük szépen, aki még gondolja, nyugodtan tegye ki. Jézus, Chloe tényleg megölte Franket, sose bocsátja meg magának, vagy elfelejti. Ezt nem fogja elfelejteni, ez egy rohadt nagy hiba volt. Ez egy rohadt nagy hiba volt, srácok. Szia, Berta. Hogy megölte a srácot és szegény Popidót. Hát jó. Én is azt mondom, hogy húzzunk innen. Én is remélem, de úgy néz ki, hogy a szüleim dolgoznak, még akkor is lehet, hogy tesóm is, bár még akkor is tesóm, ha itthon van, de biztos nem vinne elő ilyen dolgokra. Aha. Hát, sajnálom. Nem baj, lesz még jövőre is találkozom, Mufi. Chloe, are you okay? Biztos, hogy jó lesz. Na. Sajnálom, én mindig csak Franket látom, holtan én öltem meg. Hát, Rip. And I'm the one who killed him. És tényleg, ahogy írja Tarike.
You saved my life. Igazából visszapörgethetjük addig, hogy nem öli meg és mást választunk, legalábbis ez tényleg logikus lenne. Ez nekem is amúgy egyből eszembe jutott, hogy miért nem. Tehát, hogy csak addig ne várjunk sok napot. Dark Beast is megosztotta, hogy megy a live. Köszönjük szépen. Ki is tettem. És hogyha még valami oknál folyvást nem tetted, akkor iratkozz fel, illetve dobj egy lájkot. Köszönöm szépen, hogyha tetszik, amit látsz. I'm so sorry you have to go. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the nagy tábla. Szerez információt a karakterről megfelelő nyomok kiválasztásával. Mindegyik szekcióhoz egy adott mennyiségű nyomra van szükséged. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Nézzük meg Frank drogügyleteit. Makes no sense, Max. Ez így nem jó, gondoltam. Na majd mindjárt kitalálom. David magányos kiderítenem, hogy mit csinált Nathan. Arra jó lehet a kamerarendszer, meg a fotó. Ezek a nyomok értelmetlenek, akkor csezd meg. Aha. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Yeah, it's you. Looks like David was tracking somebody's car. David követte valaki a kocsiját. Jó nyom. Igen, ezt gondoltam, hogy a Davidhez ez a három kell, ezzel nem volt baj. Szegény. Nézzük meg Nathan nyomait. Egyértelműen kell a telefonja. SIM-kártya. Megmondjuk. Ja, itt négy kell. Megy egy gépre, ott nincs autokorrekt. Rendben van. Kettő, három. This is like goddamn math. Rohadt matek béna vagyok benne. Ezt akkor vegyük le. Na. De nem is azt érzékeli ez a szar, amit akarok. Mert nyilván a telefonban... Telóban perszaftos dolognak. Azért mondom, ez egyértelmű. Aha, kód kéne hozzá. Holy shit. Aha. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. De az a baj, megint nem azt húzza. Huszonnégy órás live, 5000-nél lesz, srácok. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Jó, hogy nem azt akartam kijelölni. Better look for. Jobb lenne a kódok vagy számok után néznék. Aha. Akkor nem a rajz kell. This makes no sense, Max. Okay, Max. Megvan. Let's blow this code up and go home. És menjünk haza. És még azt hiszem ide is kell, ugye? Kettő. Aha, egyértelműen.
I bet I could suss out some major clues and bring the code. Tudom, ezeket most elolvashatnám. If I could decipher the damn code names. Azt már összeszedtük a Nathan-öst. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. No. This is not working. Those clues are not related. Yes, the game is on. Now, talk to us, accountbook. Mondjál nekünk mindent. Jó, és akkor már csak ez az egy kell, vagy ez is megvan? Nem, ide is kell három. Any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Na. Ez kb. Hogy majdnem mindegy. De miért jössz el onnan, könyörgöm? Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Nope. Maybe I should try to link other clues together. If Nathan did drug Kate, he must have gotten the drugs from Frank. This makes no sense, Max. Oh, you're treading water. Nincs benne logika, hogy az alsó háromat jelöljem ki. Max, all you have to do is find any deals between Frank and Nathan this week. Looks like this is not relevant at all. Okay, this is just sad, Max. Megvan, vagy most nem lett meg? Tehát, hogy kész vagyunk? Nem vagyok biztos benne. Sorry, Frank. I should bury this goddamn thing. Nem lett kész. I actually killed somebody. Mivel jelzi, ha valamelyik kész? Ez még szerintem nincs kész, mert innen nem rakta külön mi. Kíváncsi vagyok, hogy milyen kutya nevet adhatott, az lényegtelen. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I? Everybody in Arcadia Bay must be high. Aha. That explains. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Egy. Max, így se jó. Jó, súghatok, srácok, mert csak kutyaneveket látok, meg ilyeneket. Hogy itt melyik három papírt jelöljem ki. Itt random jelölgetek. Damn. I must have missed something. Looks like this isn't the right combination. Max, all you have to do is find any deals between Frank and Nathan this week. Mhm. Olyat, amin a héten voltak valahol. Ez... Max, Nathan, nem jó. Oh, yes. Megvan. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. És honnan tudom, hogy kész? Mármint, hogy nem tudok tovább menni, srácok. Aki már játszott, a készen van, vagy még valamelyik mindig nincs kész? Ó, még itt kettő nem jó. Let's start hacking. Ja, hogy meg kell hackkelni, és hogy? Ja. Mi volt a SIM-kártyán a kód? 1-1-1-1-1. Jó, ez teljesen jó. 1-1-1-1. Oops, bad code. Hát de ezt írta! Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Ja, és most kéri a PUC-kódot. Aha!
Na jó, ezt felírom, srácok, el fogom felejteni. Ezt én nem bírok ennyit megjegyezni. Nyolc, hét, nyolc, kilenc, hét, nyolc, nulla, nyolc. Elméletileg. Nézzük meg. Kinyit. Nyolc. Mondom nyolc. Hét. Nyolc. Kilenc. Hét. Nyolc. Nulla. Nyolc. Halló, le akarom okézni. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Nagyon szép toll, tudom. Ez az ilyen a szőrös unikornisos tolla. Valamikor lehet csongor, de mivel a LOL annyira nem fő dolog a csatornán, lehet, hogy két havonta egy, úgy nézd. Nem ígérem, hogy sűrűn. Meg rengeteg játékot játszunk most. Helyzet kell a G. Oké, cool, rohadék, te vizet adtál, nyugodj le, hozd ide nekem, viszem, maradj távol, sűnök a parton, jó. Yes. Ennyit Nathan buliáról. Otthon vagy, csapunk egy parti este itthon. Nathan valami kemény bulin volt. Jó, itt agyon káromkodják, ezt nem olvasom fel. God, Nathan. You're out of control. So is this from Nathan's father? Mondtam, hogy ne zaklass a munkában, mintha már említettem volna, be vagy állva a mentség, nem többé munka, nem csak hobbi. Azt akarod, hogy úgy bánjanak veled, mint egy felnőttel? Érdemelt ki, semmit nem szeretnék jobban, mint büszke lenni rád, de most nem vagyok ott. Még mindig van, amit nem csináltunk meg? Nathannek a háromasa. Fail. Abort. Wrong clues. Looks like this is not relevant at all. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Táblákat? Spies are us. Oh, you're treading water. Taposod a vizet, te vízbe próbáld újra, akkor nem ez kell. De a táblák biztos, hogy kellenek hozzá. Damn. I must have missed something. Mert ezt mondta. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Okay, this is just sad, Max. Nem jön össze. Fussunk neki még egyszer az elejétől. A táblákat mondtana, ezek táblázatok. In this case that David has good tracking skills. De vagy gondolom, akkor ez egy. Nem hiszem, hogy annyira fotó kéne. This is like goddamn math. I suck. I'll have to analyze these. Analizálnom kell ezeket a táblákat, koordinátákat, hogy meg tudjam nézni. Spies are us. Aha. Max, there is no logical link between those clues. No. Akkor melyik, ami még kell neki? Hát amíg végigvisszük a pályát, csak most elakadtam. A fotó nyilván szart se segít. Srácok, valaki tudja ezt a részt, hogy melyik háromat kell bejelölnöm? Az most segíthet. A fotók biztos, hogy nem kellenek. Nagyon magyarázott táblázatot. Ebbe vannak adatok.
I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. This makes no sense, Max. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Uh-huh. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's. Táblázatot meg koordinátát magyaráz a fénykép, akkor nem fog kelleni. Looks like this isn't the right combination. Ebbe itt nincsen táblázat meg koordináta. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have noticed that. At least David was finally going after the right suspect. What's gonna happen to me now? Tehát ez egyértelmű, hogy a papírok kellenek neki, mégse jó. Nem ez. Wrong clues. I'll have to analyze these plates and coordinates. Egyfolytában ezt a kibaszott táblázatot mondja, és egyikben sincs táblázat az elsőn kívül, amit már bejelöltem. Okay, this is just sad, Max. Nem vágom, gyerekek. Valaki, hogyha tudja, hogy melyiket kell, vagy rákeres, azt én most megköszönöm. Van 3-4 fényképünk, 2 fényképes papírunk, 1 térképünk, 1 táblázatos, meg 1 szöveg. A táblázatost ezerszer magyarázza, hogy kell. Ez meg hülyeség. I must have missed something. Nézzünk opciókat. Mi van, ha ezt a papírt kapcsoljuk be? De hol analizálod? Tehát, hogy... Jó, összekötöm a 3 fényképet, de a szart se fog tenni. Főleg, hogy 4 fénykép van. This is like goddamn math. Gondoltam. I suck. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. This makes no sense, Max. Ennek semmi haszna. You need to get rid of these damn cameras, David. Jó. Kamera részek. Ez biztos, hogy kell, amúgy szerintem. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. David should have done way more than take photos of Kate. Na akkor írd léci, mert nekem nem jön össze. Maybe he was trying to help Kate. Hogy mit kell ebből kijelölnem. In his own messed up way. Táblázat kell, azt gondoltam. Addig eljutottam, hogy a táblázat mindenféleképpen kell neki. És azután nem vágtam. És az alsót is megvolt, hogy valószínű, hogy jó lehet, aztán utána elbizonyítottam, és a kép basszus, a rohadt fotó. Nem jó, ez így nem jó, Mufi, elutasítja. Ezt mondom, analizálást kér. Ezt magyaráztam.
hogy nekem is végig ezt írja. Úgyhogy Muffy sajnos nem jó. Ezt már próbáltam, ezt a kombót. Mit írt senki lánya, mert valami nem jó. Thanks to David's own investigation, I should be táblázat, meg egy kép, meg ami a szélén van. Táblázat. Ami a szélén van. És ezzel a képpen nem jó. Maybe I should try to link other clues together. Oh, you're treading water, Otter. Try again. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Eddig fotóval se jó, lányok. Oké, szia, Joanna. A kép, ami az előbb elmentél, táblázat nem kell, de hát a táblázatot magyarázta végig. És akkor mi a harmadik? Na, kezdjük újra, mert most már tököm tele van ezzel. Tehát, hogy konkrétan a táblázatról pofázik végig. Tehát akkor kell ez a legszéle, kell a... Na. Az kilép, undorító az irányítás. Táblázat kép, és még egy, mert három van. Három, 2/3. Kötelező a 3. Kell a 3, Muffy. Táblázat megvan, kép megvan, és akkor mi a harmadik? Na, elvileg ti ezt mondtátok itt a szélén, és ez nem jó. De jobb oldalt nincs is táblázat. Vagy én így látom, gyerekek, bal oldal, jobb oldal. Itt sincs semmi, vagy nem értem, Zsolti, de meg még nem tudok klikkelni. Ha az volt a jobb oldali. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. No. This is not working. I can't believe this is happening. Kocsis kép. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Looks like this is not relevant at all. Max, there is no logical. Többinél tök könnyen ki lehetett logikázni is, hogy láttátok megnézés nélkül, aztán végignéztük, és úgyse jó. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Nem vágom. És már csak ez hiányzik pedig. Those clues are not related. Nézzünk egy új opciót. Táblázat. Kocsi. És ez. Ez az! Köszi, Muffy! Másodszorra meg lett. Készen álltok a... Oké. Okay. Ezt ne olvassuk el. És akkor most még kell a DVD is, hát ezt már nem megcsináltuk. Siker, köszi szépen, de úgy látom, közben Zsolt is átküldte a videót. Videót most nem tudok megnyitni, Muffy kifotózta print screennel. És akkor ide meg Davidnek a szarjai. Először arra vagyok kíváncsi, hogy mit fog írni, random bejelölök hármat. Nope.
ez nem jó. Link other clues. Ehhez már nincs türelmem, srácok, hogyha valaki tudja, küldje át. Addig én klikkelgetek. Nathan rendszáma kell az egyikhez, jó. Ez egyen van rendszám. This makes no sense, Max. De akkor ez nem az. Akkor meg az. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Okay, Nathan's tail light is busted. Biztos vagyok benne, hogy lehet tenni más. Ja, kell az egyik fotó is, jó. License plate photos. I must have missed something. Looks like this isn't the right combination. Mindjárt kilogikázzuk. És akkor innen kéne még az egyik. Nem ez kell, hanem a másik. Nem. This is not working. Fail. Abort. Nem jó. Wrong clues. Mióta megy a live? Elég régóta, nem tudom pontosan. Az nem jó, de visszanézhető a 24 órás egyébként. Mindjárt megnézem. 2 órája megy már, oh my god. Azért fáradok. Jobb alsó papír. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the bal felső kocsi. Jobb alsó kocsikép. Köszönöm szépen, Zsolt. Chloe, I need you to go online and help me decipher this. Chloe? Szuper volt, szuperek vagytok, köszönöm. Ehhez már agyilag lefáradtam. Azt hittem már lassan vége a résznek. Chloe. Kérlek, figyelj, Chloe, tudom, hogy ez gáz, de ebben együtt vagyunk, oké. Okay. I know this is awful, but we're in it together, okay? I didn't have your back and nem let you down. Fedeztelek, hátrahagytalak, kérlek, ne sírj. Max? Max, a rendőrségre fogok menni, miután megtaláltuk Rachelt. Ezt nem tarthatom titokba, és nem akarok egy 10 éves szökevény lenni. És haver, esküszöm, hogy meg se foglak említeni téged, csak én vagyok. This is all me. Chloe. Chloe, önvédelem volt, tudom, hogy fáj, de muszáj folytatni, semmivel se törődve. Rachel vár ránk. Oké, igazad van, összpontosíts Rachelre. Ez az egész Rachelről szól, okés. Meg fogjuk, tudom, hogy ez az egész fura elcseszett volt, de Chloe, ez a mi sorosunk. This has to be our destiny. Or at least legalábbis az egyik ezek, csak találjuk ki, hogy hol fog véget érni. Rachelért, Kateért. For Rachel. For Kate. Azon, hogy nem bírja megemészteni, hogy ő megölt egy embert. Meg egy állatot. Chloe most legy. De önvédelem volt egyébként, ez nyilvánvaló. You have to go online and help decipher these coordinates. Because fel kell menned netre feltörni a kódokat. Here we come, Rachel. Jövünk is, Rachel. Thanks, Chloe. Annyira sajnálom, hogy ilyeneken kell keresztül menni. Aha. Jézus Úristen, mi ez a sok szar! Nézd végig minden adatot. Mi a szart kell kiválasztani? Nem láttam, mit kell kiválasztani. Nézd végig minden adatot, Nathan hova vitte Kate-et. Jó. Köszönjük, ez nem magyar.
Ezeket luxus lett volna lefordítani? Ja, ez már le van. Ez nem az. Legalább itt valamelyikben a helyszínt csak látom majd. Aha, ebbe sincsen helyszín. Hozd ki a pénzt, nincs benne helyszín. Hozd ide nekem. Ezekben nincs helyszín, jó. Igen. De egyelőre a helyszíneket megúsztuk. Ez se helyszín. Szerintem ez se. Na jó, hát nem nagyon jutunk így előrébb, valamelyik csak helyszín lesz. Ez az, hogy miket kell szállítani, igen. Frank szemételepen találkozott Nathannel. A part olyan, mint Frank irodája. Nathan nagy lábot kereste az erdőben, lényegtelen. Somebody is stocking up on gas. Miért távol? Igen, igen, igen. Gondolom képek lesznek, Nathan kollégiumi szobájában van, tehát ott biztos rejteget valamit. Prescott birtok. Az lehet. Poor rich Nathan. Nem jó, hát bassza meg. A legalsó az szerintem igen. De hát csak egyet enged. Ja, hogy mindből kell egy, aha. Figyelj, random beválasztunk egyet. Max, there's no logic. Hát nem jött össze, csaljunk. Elméletileg itt az utcsó. Na most ez melyik? Nem látom. If I can match one of the text nem jó. Transactions with friends, vagy én húztam rosszat, valami nem jó. This is like goddamn math. I suck. This is not working. Köszi. Meg vagyunk. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Nothing, Max. There's nothing. Igen, meg mondjuk Frank a barátja. Hát nem tudjuk, hogy a barátja, de régóta ismerte. Find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Örülünk, hogy itt vagy újra. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. Hello, Janet. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. Lesz a héten még live. Lesz, de nem tudjuk előre, Riding Friends, szóval ne kérdezzétek. Majd látni fogjátok aznap. Nem tudom előre. Sokat dolgozunk most. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. Rám írhat, csak nem biztos, hogy válaszolok. Meg ne csak annyit írhat, szia, hanem akkor értelmesen beszéges. You here, Chloe? Jó vagyok, köszi. Yes, sir. Na most megyünk oda. Csak tényleg nem tudjuk előre, hogy mikor milyen játékra van időnk. A mai is random volt, hogy lett időm. Na, a lepukkant ház.
Gondolom itt lesz a holtteste a csajnak. Találjunk utat befelé. Wow, check this out. Fresh. Hát ez egy komoly játék, gyerekek, meg rohadt melegen van. Dude, somebody was just here. Benne vagyok a sztoriba lelkileg. Ez nem egy rage game, ez egy indie game, ahol beleéled magad. So, Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Mókuska. A rohadt légy meg itt repked. Nem tudtam szétverni valakit sebesokról, lejár persze az arca. Jó, oké. Okay. Ezt kimozgatjuk. Chloe, I found the front door. Come on. Na? Oh, yes! Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Hmm. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Ezek ilyen adatok a városról, gondolom. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Yes, old Prescott clippings. Régi Prescott újság, de nem az egyetlen dolog. That can't be the only thing here. Okay. Senkinek sincs idejönni autóval, valakinek volt. But there must be. I guess the Prescotts were just born bastards. Annak a tekintetében írok valamidőn önnek kint lévőségének ügyében úgy határozott, miszerint aha. Feltételek. Aha, gondoltam ez mi. Traktor. Scope out the perimeter, Max. This tractor has paid its dues. Chloe would make a great detective too. So many haystacks. Olyan sok széles, a pici apró tű. Ott is egy láda. Ah, the good old days. Régi szép idők, mikor még olcsó volt a tojás, a cukor, a kávé, meg a kokain, meg a dohány, meg a tej. Akarom mondani, igen. Ezek a kampók meg tudnak emelni a szénabálákat. Péntek 13-ban láttam ilyet. Nincs több titok. Azt a rohadt! Lejáró! Most nincs kólám. Why? Lakat. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Mivel nyitjuk ki? Nézd. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. Vasvilla, ez kell ide. Pretty sure this old pitchfork won't open a padlock. Nem, ezzel nem tudjuk leverni. Try again, Max. Mivel fogjuk mi ezt leverni? Csatoljam hozzá. Gondoltam. Ezt gondoltam. És tekerjük meg. Vagy nem? I have to get through this monster padlock first. De várjál, hogy fogom én ezt megtekerni? Hmm.
Chloe, can you give me a hand? Uh-huh. Sidekick at your service. Hop hopping away, Supermax. I dig having minions. Jó el vannak. És most minek jöttem ide föl? Aha! Ja, így fogom kinyitni. Már vágom. That looks sturdy enough to stand on. Jézusom. Nem tudom húzni a kötelet, hogy szétne tépném magam. I need to hook this up to something heavier. Mihez tudjuk rögzíteni? Hát ami ott volt. Ó, lőjünk egy fotót. Üdvözlünk mindenkit közben, csak most nagyon koncentrálsz. Van bagoly! De szép bagoly. Itt a kötél másik vége. De mihez rögzítem? Good evening, Doctor Who. Sorry. Vigyázok. Csak nem tudom, mit kéne csinálni. Szerintem ehhez kell. De ezzel kéne valamit. Erre kéne a kötelet lehozni, nem? Csak nem tudom, hogy hogyan. Here's the other end of the rope. És tényleg ez eszembe se jutott. Mielőtt lelöktem. Jézusom, elfelejkezek mindig a képességemről. Köszi. Köszi, Zsanett. Majd most már ezt is mindig számba veszem, hogy vissza tudok pörgetni. Teljesen kiment a fejemből. So that didn't work at all. Here's the other end of the rope. Jó, gondolom, megint vissza. És akkor rá kell kötni a kötelet. Talk about heavy metal. Beszéljünk nehéz filmről, használhatnánk egy csapóajtó kinyitásához. Vagy ez ugyanúgy oda dobja? Hát ezzel megint nem jutottunk előrébb. Haliebi. No, Max. Try again. Jó, vissza. Na, nem látom a visszamászást.
Visszament oda, de nem látom, srácok, hogy hol a szarba mentem följebb. Nem jelzi a visszamászást, valami nem jó. Aha, jó van, tényleg így mentünk fel. Na és akkor most ugye vissza kell ide hozni. Csatolt hozzá, ez az. Most direkt nem akarok nagyon csetet nézni, már azt mondtátok, hogy itt nagyon érdekes rész lesz. És most kell lelökni. MacGyver strikes again. Na most sikerült. Na? Damn, this is heavy. What is this? Ez valami kínzókamra lesz, hogy mi a franc? Do I even need to say kell, hogy mondjam, hogy milyen fura ez. He just did. Megcsináltad? Who built this kind of ki épít ilyen helyet? A Prescott, of course. Prescott-tól ki más? És még itt is kód van. This bunker is so surreal. Túl nehéz, hogy betörjük, szóval kód kell. Először egy lakat, most egy kód. Valaki nagyon nem akar látogatókat. Megszín csak ugye becézi, igen. Na jó. Hát le vannak kopva a 2, 4, 5, úgyhogy nem olyan nehéz szerintem. De lehet más a sorrend. 2, 54. Akkor 4, 25. Oops. Bad code. You locked it, dumbass. Jó, akkor vissza. Some numbers look. Nem írtam fel, hol tartottunk. I just have to get lucky. 4, 52. Wrong code. Öt 42, meg is van. Yes. I thought that only worked in the movie. Kilogikáztam végre egyet. Sesame. Nekem az a tippem, hogy itt lesz a csajnak a hullája, de ne legyen igazam. Beraktározva a világ végére, biztos egy vagyomba került. Gyere. Vagy lefagyasztva lesz a csaj egy ilyen hűtőkamrába. Nem tudom. Ragasztószalag, itt egy levél. Nathanről szól, kezeltetni kéne.
Nathan elsődleges pszichiátere már 5 éve, úgy érzem, abba kell hagynom a fia kezelését. Önök figyelmen kívül hagyták az én meglehetősen komoly diagnózisomat, miszerint veszélyt jelent mások és a saját egészségére. Nagyon jól tudja, hogy Nathan milyen kihívást jelent, de úgy érzem, nem hajlandó elismerni, hogy ő mentális egészségi állapotáért küzdünk. Ha ő nem partner ebben, nem tudom kezelni Nathant egy ilyen egyszerű. Attól félek, teljesen elszakadt a realitástól, még ha emberi módon is ön figyelmen kívül hagyta a kéréseimet. Konzultációt. Aha, szóval pszichikailag egy beteg. Beteg ember ez a Nathan. Look at these cans. David must shop at the same store. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Mi ez, fénymásológép? I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Nyomtató more! Az meg hogy került ide? Szekrény. Apokalipszi szórakoztató rendszer. Komolyan félek, hogy mi a szar lesz itt. Láda. Soha nem láttam még ennyi drága felszerelést azelőtt. Na egy ilyen állvány nekem se lenne rossz a telefonomhoz. Ha már tripodunk eltölt. Tört. Ez egy morbid poszter. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Needles. Okay. Gross. Frank won't be around to push this stuff. Sok furcsa szart. Akták. Eddig nem olyan izé. Come on, let's see what this. Gyere, nézzük meg, mi ez az egész szar. Okay. Az van ráírva, hogy Victoria, de üres. Hoppa. The next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Okay. Kate wasn't the first. All those Több áldozatról szólna. Úristen, ez egy tömeggyilkos. Victoria has to be next. Nathan must be planning to bedolgozta ezt a ma este a Vortex klubba. Rachel. This can't be real. Ez nem lehet igaz, ezek mind beállított képe. Right. Chloe, look at her face. Nézd az arcát, ő nincs magánál. Maybe talán Nathan fizetett neki egy rakáspénzt, ezt csinálja, valószínűleg ez volt. Nem gondolom, miért fektette így a földre, és hol. Roncstelep, meg kell találnunk a helyet, most meglátjuk, mit csinált a rohadék. Nem hallottad meg, úristen. Oh my god. Rachel. Azt a rohadt. Kate. All these files. This place actually feels evil. Megyünk a roncstelepre. Hát ez kemény. Üdvözlök közben mindenkit. Igen, én is így vagyok benne, hogy ideges vagyok, félek is, hogy mi a szarra jön ki. Bocsi, hogy most nem olvasok közbe csetet, csak nem akarom kizökkenteni magam. Mi a szar? Megint kint szól. Nem. Ez az a hely. Oh shit, ide lesz elásva a csaj, ne. Stop.
ásták a roncstelep alá. Azt a... Hát ez rohadt durva. Hát ez nem nagyon tudok mit hozzászólni, srácok. Az a kiépített bázis az kegyetlen és beteg. Ez meg, hogy itt elásták utána a csajt, ez nagyon durva. És innen fogjuk folytatni? Ja, még tart a rész! Hát remélem, hogy lelövik ezt a valakit, már nem azért, vagy a rendőrség elviszi. Jaj, még nincs vége a résznek, jó? Oké. Okay. Ó, akkor magamhoz kell térni, mert még nincs vége. Jó. Azt a rohadt életbe. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. Ez durva. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. Nem, ezzel most nem sírtam el magam, azt hittem meghatóbb cucc lesz, vagy morbidabb. Ez is morbid. De én arra számoltam, hogy mondjuk ott lesz lent a lenti szobába feldarabolva a hűtőbe, vagy valami. Túl sok horrorfilmet néztem. Krisztián, egyelőre nincs időm. De ez is így morbid. Meg amíg nem derül ki, hogy mi hogy lesz, addig nem is kérnem. Tuti lelőjük. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? Can't be too yes. Chloe, look up at the sky. Dig, dupla hold. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Az igen. Welcome to the durvább a játék. Ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. Picit részeg. Max. He's dangerous. Where is he? Jönnek az UFO-k, igen. I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Világ vége lesz. If you consider half a beer. Fél sörtől így beállt szegény. Let's go, Max. Az alkohol is rossz, a drog is. Ne csináljatok ilyet. I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know. I'm pain in the booty. Just one picture. Okay. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey. We still need your expert. Igen, én is ezen gondolkoztam, Zsolt, hogy Paula nagyon sokról majd nézd vissza. Én is ezen gondolkoztam, hogy ki jön holt részegen elé a csávó, és akkor te itt áll, nem hallod, nem. Not to me, Warren. Text soon. Mindegy, engedd el. Ezzel nem voltam olyan rossz. Jó, jön a fight, gondolom. No, I didn't see any tablet with cat pics. Okay, Chloe, where the hell are you? Hol a szarban vagy? Menjünk be. I hate to
Egészségedre. Hey Max, welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks. Opa. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Aha, már Chloe oda ment. What girl? She had blue hair, dressed like a punk. Gondoltam. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So jó, van, nyugodtan színez. At a Vortex Club party. I didn't think you wanted to be a member. Néha fel-fel pillantasz. I'm here for the job. Ki bízott meg? Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money, even with my job and scholarship. I'm not cool enough for this school. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, you're hogy lennék jó? Are you okay? No, I'm actually not okay. Világ vége buli, az. I need to find Nathan. Pontosan miatt. Don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Na találjuk meg gyorsan. A DJ nagyon Kenny vágja, mintha értene hozzá. Ja, itt a medencénél vagyunk a strandon, mert itt már voltunk, ugye? Annó. Nem akarok beszélgetni, csak találjuk meg, hol van Nathan. Kérdezzük meg, látta-e Nathant, nem tudjuk. Ez gyönyörű volt. Hol a szarva lehet? Kidobó. VIP szekcióba lesz tuti. Szia József Bálint. I don't give a shit about being a member. I just want to talk to Nathan. Victoria specifically told me not to let you in. Nice try. Ó, de egy köcsög. Listen. No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. Ajánljuk fel, hogy beülünk a helyére és elmegyünk. Ennyit a VIP szektorról. Oké. Neki pisilni kell. Ops. Ez a VIP szektor? Biztos nem. Yo, maximum overdrive about time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia? Ja, hogy beszélt velünk? Besides, azt kéne. Tényleg jó fejek voltunk vele. So yes, this party sucks. Speaking of, have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore text club. Okay. Fucking hate those snobby douchebags. Na mindjárt megnézem. That dude is gonna go on a rampage soon. You might be right, so stay away from him tonight. Igazad van, Mufi. Ha ez lenne a VIP szektor, az oda cseszne. I know I'm twisted, but azért csodálkoztam. Itt már túl sok a káromkodás, azért nem olvasom, srácok. Nyugodtan olvassa, aki szeretné. Saját felelősségre. No, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and
grind. I'm never leaving this toilet. Na menjünk a VIP szektorba. Majd csak megtaláljuk. Azt gondoltam, hogy a függöny mögött, de akkor hogy megyek át? Courtney guarding the list for the VIP section. Valahogy megtalálom. Aha. Hát, ha odaül. It really must be the end of the world. Get it? But seriously, like, what do you want? I didn't want to be alone tonight after this week, so I thought it'd be nice to hang out in the VIP section. Yes, it is very nice. If you're in the Vortex Club, which you're not and will never be. So, excuse me. Hát nem jött be. Great plan, Max. Time to find another way into the VIP section. Gondoltam, hogy megyünk másik bejárathoz. Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but... Megkeressük ezt a klubot. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub. And his club. You're not the only one. Maybe this party will be the end Vortex of the Vortex Club. Yes. Then I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out with him. Oh, enough. I am sorry Warren asked me to remove you. But you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. Az lesz, mindjárt körbe megyek. Don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us do. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Dupla hold. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. Ennyi. Basszus! Most lehet, hogy be tudunk lógni. There's only one way around this. Aha, és már itt túl is jöttem, tök jó.
Megy ez! Na ez a VIP réteg! Leülök a VIP székre! Két halott Rachel halott csatlakozz a Vortex Clubhoz. Nézd ezeket a seggeket, le se szarnak minket. Most jön egy tornádó ide, úgy jönnék és néznem. Jó. Na hol van az a rohadék? Miért nem szóltál, összeöltözhettünk volna? Mekkora egy ribanc? Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying to bust a move. How's the end of the world going? Great! This has been the worst fucking thing. Ez már minőség, így van. Ez már minőség, Kuna Channel. Ez már VIP, ez már nem WC. Sokat jelent. Hát én is úgy gondoltam, hogy olyanok, mint egy szekta egyébként, csak úgy megjegyzem. Felesleges rengeteg duma. Itt a Victoria. Csapos! Bocsi Max, Vortex tagoknak szól csak. Bocsi, rajta vagyok a vendéglistán. Majd én leszedlek. Nagyon édes Max, és főleg miután bocsánatot kértem a minap. Tudod egyáltalán, mi történik a Blackwell-ben? Két más megölte magát előttem mindenki előtt. Az nem az én hibám, Max, ne is próbáld rám fogni. Nathant hibáztatom, amiért belőtte kétet, de azon a bulin senkit sem érdekelt, hogy taj részeg volt. Mindenki részeg, mit akarsz tőlem? Valami emberséget. Csak de bunkó velünk amúgy. Többi problémás gyerek. Szar vagy! You make fun of my selfies, but most of your photos are basically headshots. I don't think Richard Avedon had anything to do with it. Bekeményít, Dave. You did not just say that. Alig várom a fejed, amikor meglátod, hogy Jefferson az én család képemet választja. Láttam, hogy megpróbáltad zsarolni Jefferson tegnap este, mert olyan hihetetlen vagy, szánalmas vagy, Victoria. Ó, nem, sunyi dög, versenyről beszéltünk. Ne kíméld, így van! Most már nem békülök ki vele! Mikor szomorú smiley. Ej, már nem békülök! Dave, nem békül! Vannak igazi barátaim, nincs szükségem egy hamisra! Te vagy a hamis, mint amikor úgy tettél, mintha érdekelne az, hogy rám ömlött a festék. Intrika! Kiejtette rád a festéket. Te voltál... Megölhettél volna. Hát azért egy vödörre, csak nem. Tényleg azt hiszed, jobb vagy nálam? Nem hiszem el. Lökjük bele a vízbe! Gondolom, sosem leszek része a Vortex Clubnak.
Nem leszek teljesen köcsög, de nem fog nekem hinni. Tehát ha én most figyelmeztetem, jó fej leszek azért, mert az ember élettel nem játszunk. Elég ebből a középsulis fasságból, már felnőttek vagyunk. Figyelj, az életed komoly veszélybe van. Tudom, hogy Nathan a barátod, de nagyon instabil és veszélyes. Belőtte kétet azon a bulin, hogy elvihesse egy sötét helyre. Én vagyok a dráma királynő. Mondtam, hogy nem fog hinni! His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. Mondtam! Ezért voltam jó fej! Hinned kell nekem. Nem fog. Just pissed because you didn't enter a photo in the contest and that Mr. Jefferson is going to pick me. Meg fogsz halni, már most megmondom. But you just want to take your little retro selfie. That is so fucking lame and lazy, Max. Just go find a community college. Victoria, please don't do this. Leszarja. Ez leszar mindent. Can't you see I'm serious? That's your problem, Max. This is a party. And it's the end of the world, so I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. Hát, nem lett közelebb a szívemhez. Okay, I tried. She's not gonna believe me over her Vortex Club partner. Chloe, Nathan isn't here. Senki nem látta ma este. Lehet, hogy a koliban bújtál. Ő észre fogja venni a tanárt. Tudtam! Mindketten jól vagytok, úgy néztek ki, mint a küldetésen lennétek. Nem tudtam, hogy barátok vagytok, nem láttam ma délután óta, elég feldúltnak tűnt. Szerintem még mindig feldúlt két miatt. Később beszélünk, be kell jelentem a verseny győztesét. Fel kell építened a resuméjét egy portfóliót, de tudom, hogy képes vagy rá. Bocsássatok meg, mindjárt eljövök. Okay, everybody calm down. Thank you. No. I appreciate it. I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes. Bejelentjük a győztes srácok. Before I do, I want to thank everybody who entered. Mielőtt megteszem, meg szeretném köszönni mindenkinek, aki jelentkezett, mindenkinek, aki jelentkezni akart. Now this is a legfontosabb része a művészetnek, megosztani a munkádat a világgal. Mindannyian képviseltek Blackwell Akadémiát, mindent, amiért áll. Szerintem mindannyian mindennapi hősök vagytok. Borítékot kérem. És a nyertes... Micsoda meglepetés. Victoria Chase. Hú, de rohadtul meglepődtünk! Azt a kutya fáját! Ez nagyon igazságos volt. Köszönöm, Mr. Jefferson. Hihetetlen fényképészete hozott Blackwellbe, remélem nem hozok magára szégyen. Segnyaló! Tövignyal! Összes többi diáknak is meg szeretném köszönöm, mert olyan lelkesek voltok a hobbitokban. Ezt a díjat két Mars emlékének szánom, ő volt a Blackwell igazi hétköznapi hőse. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. Victoria won. Big surprise. Milyen meglepő, nem hiszem el, hogy zsarolt a Jefferson. Hát egy részt viszek végig, aha.
ki azt eddig úgy csináltuk, egyszer volt félbeszakítva. Én is nézzük, mert akkor nem tudtuk, meddig tart egy rész. Istenem, Nathan most írt, azt mondja, nem maradt bizonyíték, miután végzett. Most el kell jutnunk a személytelepre. Én hallottam, hallottam. Beszóltak neki. Félig meddig jogosnak érzem. Vagy inkább teljesen. Stop stomping around, Chloe. Right. Na, éjszaka ide kijönni, nagy bátorság. Van egy tippem, srácok, mondjam vagy ne mondjam? Mondjam? Jó, mondom. Az a tippem, hogy felakasztotta magát, vagy öngyilkos lett, de ez csak a tipp. A srác. Mert fél. És nem bírja elviselni a dolgokat. Ez a tippem, aztán lehet, hogy rohadtú pofára esés lesz. Most ne írjátok, hogy így eltaláltam, vagy nem, mert most direkt nem nézek csetet. De ez az egyik tippem. Aztán lehet, hogy nem ez lesz. Most nem, el is fordítom a telefont, hogy ne lássam. Milyen szart keresünk egyébként? Hova lett a Rachel? Nem jó egyedül botorkálni most. Rachel, hol vagy? Én is. Botkányok. Maybe we should have called the police. Itt már mutko is eltévedtem. Valahol pedig hallottam. Jövök, de nem tudom, hol vagy. Az anyádat, bagoly! Rám hozta a szívbajt. Gyere ide gyorsan. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Azt a kurva. Mi a fasz? Lelőtte! Azt a rohadt életbe. Minket leszúr, azt lelövi a barátnőnket. És a tanár beszarsz. Azt a rohadt életbe. De ezt nem hiszem el. Hát az előző résznél mondtam, hogy nem hiszem el. Hát ezt most meg végképp nem hiszem el. Megölték az egyik főszereplőt, akit végig vittünk folyamatosan. És minket meg bedrogoztattak. Innen fogjuk folytatni, srácok. Hát, ehem. Hát, na én erre nem gondoltam. Ezen nagyon meglepődtem én is.
Én a bagolytól úgy megijedtem, én is meg... Azért mondtam, hogy rohadt bagoly. Hát jó. Azt a rohadt, kezd összeállni a kép. Ne írjatok se azt, hogy igazam van vagy ne, addig csak felvázolok egy teóriát. Tehát a tanár intézi az egészet, akkor a tanár igazából ő válogatja be a diákokat, tanítja a diákokat, kiválasztja a kedvencét, megnyereti vele ezt a szart, aztán a tanár bedrogoztatja, ki tudja miket csinál vele, lefotóztatja különböző pózokba, mert egy elmebeteg fasz, és... mint nagy fényképész művész, utána pedig megöli a lányokat és elássa, és a drogos gazdag srácot használja alibinek, mert hogy nekik van pénzük, meg mit tudom én, mivel zsarolhatja őket, és hogy eddig jutottam, innen fogom tovább gondolni, srácok, ne írjatok semmi spoilert, de ezen majd agyalgatok, ameddig folytatjuk. Szerintem jövő héten, vagy utána folytatjuk, nem akarom annyira elhúzni most így ezután, de ez nagyon-nagyon durva volt. Azt hiszem 27 tag van, nem vagyok benne biztos. De hogy nagyjából így ezt tudnám elképzelni, aztán majd meglátjuk. Még azt nem tudom, hogy a szerelme hogy jön a képbe, meg stb., de majd meglátjuk. Hát ez nagyon sok volt most így. Maradjunk annyiba. Oké, és a durva fordulóra kíváncsi leszek, úgyhogy igazából majd meglátjuk. Logikusabbnak tűnik, mint amire én gondoltam, nem baj, Csenge. Én azt hittem, itt lesz a drogos srác felakasztva, vagy kiásva a halott csaj, de erre nem gondoltam. Tehát mindenre gondoltam kb., de erre nem. Mindenféleképpen a srácot vártam ide. De akkor hogy a francba terelte rá a tanár? Minden. Na jó, ezen lesz mit agyalgatni amúgy. Itt most szakad, most kezdette úgy szakadni, hogy már hallatszik a lehúzott redönyön. És hogyha jól érezted magad, nem mondom, hogy jól szórakoztál, mert az indie játékoknak a lényege, hogy emóciókat, érzelmeket váltson ki belőletek. Ha jó érzelmeket váltottunk ki együtt így a live alatt, legyen az pozitív, negatív, akkor dobjatok egy lájkot, bár ezután én nem akarok lájkot kérni, úgyhogy ezt engedd el. De köszönöm, hogy itt voltatok és együtt éltük át. Mikor lesz az ötödik évad, ötödik része? Hát vagy jövő héten, vagy utána, nem tudom, most nem akarom elhúzni annyira már. Meglátjuk, maradjunk annyiba. A héten biztos nem, mert nagyon kevés időm lesz live-olni, azt sem tudom, hogy lesz időm, nem tudom előre. Úgyhogy, ja, hát ezen is túl vagyunk. Az előzőnél lesokkolódtam, hogy visszamentünk ugye a másik dimenzióba, és milyen rossz lesz. Hát felülmúlt, hogy sokkal szarabb lett, tehát hogy nem olyan értelemben lett, hú de jó, hogy jobb lett a vége, hanem hogy még szarabb. De hát van ilyen. Úgyhogy, ja, ezt most nem nézem végig. Ezután nem akarom végignézni. Ez itt Pipa. Visszautasítottad, itt jobb lett volna a másik, itt is ajánlotta, hányat találtam-e? Ó, hát figyelj. Megölte Franket, erre kicsi az esély, hogy valaki azt a mekkorát villámlott, hallottátok? Szerintem hallatszódott. Igen, a madárfotó. Úristen, hogy dörög, halljátok, mindjárt a gépet is lekapcsolom, nehogy baja legyen. Úgyhogy, ja. Hát jó van, srácok. Itt már bele ne kezdjél nekem új részbe. Vagy ez még a lezárásnak a vége? Szép estét mindenkinek, én itt megállítom. Amúgy se bírom a tűlátványát. És itt a nagy vihar. Igen, innen fogjuk folytatni azt a mindenit. És akkor azt jelenti,
hogy az ötödik, akkor utána már Life is Strange Before-t, meg a kettőt kell majd megvenni Steam-en, mert még azt hiszem nincsenek meg. De érdemes lesz, mert szeretném majd végigjátszani a dolgokat. Úgyhogy mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, mongoftakát kívánok. Ha fel akartok dobodni és nem láttátok, nézzétek meg a mai Rayman Live-ot, esetleg a 24 órás összeállított vicces pillanatokat. És további szép estét mindenkinek, mongoftakát, pihenjetek, sziasztok!